Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello, jó reggel! Hello, szevasztok! Hello, furán szólsz? Á, de én ma furán fogok egyiket szólni, meg a hallásom se lesz az igazi, mert... És piros az orrod? Otthon hagytam az orrcsepemet, és lecsapott rám a pollen allergia tegnap este, úgyhogy azóta gyakorlatilag folyamatosan fújom az orromat, tehát természetesen nem kell félni tőle, mert hogy ez valójában egy olyan betegség, ami csak nekem kellemetlen, meg annak kellemetlen, aki... Ja, jó, ja, igen, hallgatni. Nem, a hallgat nem, de... Hogy... Ne. Úgyhogy ma duda orrom lesz egész délelőtt. Nazális leszek ma nagyon, úgyhogy tényleg ezt tudom ígérni. Aki hasonlóképpen szenved a pollen allergiától, mint én, az tudja, hogy ez egy olyan borzalmas állapot, túl lehet élni, tehát nincsen vele semmi igazi komoly probléma, de már elkezdődött a pollen szezon? Igen. Hát figyelj, virágzás van onnantól kezdve annyi a dolognak, sőt ugye van egy csomó olyan pollen, ami télen is azért ott van, tehát tud okos lenni ez is, de ahogy ugye kivirágzik a természet, jönnek a szép kis levélkék, onnantól kezdve elvesztették a harcot azok, akik benne vannak. Amikor jön ilyen, hogy hívják, hol itt menjen, éjfél és egy között egy ilyen tűzszegő roham, tudod? Így hirtelen elindul, és egyszerűen nem tudod abba hagyni. Ez borzalmas, hát főleg azoknak borzalmas egyébként, nem csak neked, hanem azok, akik aludnának a környezetedbe. Szegények, elfújok, hogy fél délelőtt alatt egy 100-as habcit, és hát állandóan ugye, orcsebben mosdok, fürdök, nem próbáltad ezt, hogy ilyen csalánnal csapkodják magukat emberek, ja, igen. Pollenben henteregnek, igen. Hogy az állítólag jó. Igen, és rajszögben lépnek. Az is jó, de az más ellen. És kutyatejet isznak. Igen. És ammóniával inhalálnak. Ne, de tényleg, hogy például olyan kecske tejét iszod, aki barlagfű. Próbáltam én már mindent. Az se jó. Nem jó. Mondjuk azt, ha megnézem, hogyha valaki vesz nekem egy ilyen fél liter kecske tejet, ami barlagfűves kecske tej. Szerintem sokat kell abból inni. Sokat folyamatosan, igen. Én is már próbáltam mindenféle ilyen cserszömörcével etetett sajtnak, lehet, hogy kecskének a tejből készült sajt. Na jó, csak összeraktam. Szóval, de nem. Nem. Vagy ez van, tudd a or. És mikor múlik? Majd, ha jön egy jó eső? Há. Majd a szoró parcellába fejedszem, ott fogunk állni mindannyian, és azt mondjuk, hogy végre megkönnyebb. Az a durva, hogy hosszú évtizedeken keresztül nekem semmi bajom nem volt. Abszolút semmi, tényleg. Semmiféle jelen nem volt annak, hogy én allergiás lenne. Aztán egyik pillanatra a másikra, a 30 éves korom körül így. Hopp. A főváros tönkretett. Csak mondom. Ja. A főváros tönkretett. A vidéki levegőről a fővárosba. Lehet az oka biztos. Tényleg, esküszöm. Hát én most például el voltunk menve a vidéki Kúriánkba, Újkígyósra, édesanyámhoz. Megnéztük, vittünk gyerekbringát, mert most azt megint nyomni kell. Végre rátaláltunk a tavalyi biciklizés után. Már két kerek. Már tavaly is nyomták, de úgy kellett, hogy be kellett lökni őket. Aha, a gyerekeknek. Ugye, hát én még négy kerekben nyomom. Hogy neked nem volt gyerekkorodban, és akkor most az Újkígyósra, autentikus környezet. Hát persze, ugyanott. És ugye az volt, hogy a panna lusta disznó, és megy a Soma után. Tehát ha Soma már csinál valamit, akkor ő is, pedig hát ugye a panna az idősebb, ebben neki kéne okosabbnak lenni, de nem. És a Somával még pénteken elmentünk biciklizni itt Pesten, és mondtam, Somi, férfi vagy? Itt az idő, hogy egyedül elindulj. Már marhára unom belökni állandóan a gyereket. És nyilván megállsz a kereszteződés, leszáll. Igen, újra belököl. Újra belököl. Igen, hazugság, de a gyereknek jól esik. Igen, férfi vagy. Férfi vagy. Mondta, apa, én ezt nem tudom megcsinálni, de megtudod. Ugye a futóbringáról elkezded lökni magad, és mikor gurulsz, fölrakod a lábad, próbáljuk meg. Megy. Oké, na, Panna vérszemet kapottuk, ő is megtanulja. Természetesen akkor vigyük le a két biciklit Újkígyósra, és a falusi környezetben megtanulták mindketten. Kitaláltuk, hogy vasárnap túrázunk, átmegyünk Szabadkígyósra, ami ugye 5 kilométer. Oh. Van ott egy anyukámnak a testvére, mondom, ott már mindig van süti pirkó, mamánál menjünk át. Jó, indulhatunk, ez nagy vonzerő volt. Körülbelül 3 kilométert letekertünk, amikor Soma következő kérdezte, apa, már visszafelé jövünk? Ott amúgy kicsim, nem? De megcsináltuk oda-vissza a 10-est, óriási volt. Na csak az, hogy ma reggel jöttem bringával, tegnap bicikliztünk ott, és hogy annyira más, hogy azt hiszem megdöglök a körúton, olyan büdös volt. Tehát, hogy ez tényleg benne van az ilyen pollenes cuccokba, hogy ilyen környezetben laksz. Szerintem költöz vidékre. Ja. Miért? De tényleg. Az immunrendszert kell egy kicsit felpumpálni szerintem. Akkor azért az segít. Á, nem. Semmit? Nem.
Nem, mert az én immunrendszerem, már tudjátok, hogy én mennyit vagyok beteg, hát olyan túlságosan sokat nem. Úgyhogy az immunrendszerem, mert szerintem az égvilágos semmi baj nincs. Az a baj, hogy ez a fajta érzékenység megvan bennem, vagy kialakult bennem, és egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Tehát, hogy fizikálisan, meg egyik paraméteremért tekintve nincsen velem az égvilágon semmi gond, de ez a viszketés, orfolyás, trüsszögés, ez komolyan így minden nekem évben megkeserít. Hál' Isten, egyelőre nem tudom, hogy idén lesz-e, de nagyon majd nem lesz. Szokott lesz. Ma be, majd lesz. Elmentem a Frabától, megátkoztam. Miért nem a Louis Padrehoz? Ő jobb. Ő átokba jobb. Ő csinosabb. Ő csinosabb, és átokba életed gömnézésbe sokkal jobb. Ki volt szavazni? Voltatok? Nem mentünk. Gyerekek, az a méternyi valami, komolyan mondom, nem a szavazásra gyűjt meg a bajom, hogy hajtogassam bele a borítékba. A gyerek óvodájába voltunk, csak mondom egyébként, mert az óvoda volt a X számú. Hát figyelj, kaptam egy ilyen, nyilván aki volt, az tudja, egy ilyen pergamen hosszúságú. Álltam, mondom, végigolvasom. Figyelj, olyanok voltak a listán, végignéztétek? Hát az valami elképesztő. Az SMS, nem tudom, a Yes-től, a nem tudom, így mentem végig, mondom, most már itt vagyok, végignézem. Behúztam a kis függönyt, áldogáltam ott, végignéztem. Hát mondom, kérem szépen, hát mi történik? Aha. Elkapott a hép, hogy esetleg valamelyikre, kicsire. De hogy így, és akkor mondjam, hajtogassam, hogy össze ebbe a borítékba. Hát mondom, abban sok köszönet nem lesz. Összehajtottam egybe, nem volt, szétnyitottam. Összehajtottam máshogy megint. Ugye kettőt kellett összehajtani. Megint nem. Álltam, hallgatóztam, hogy a Viki összehajtotta már. Ne, ő is összehajtotta. Hát Viki, hogy hajtsam ezt össze? Ne sugdossz el a kodadat! Igen. De már nem Viki volt veled mellette. Igen, már valaki egészen más volt nem. Hát figyelj, mire azt összehajtott, mire beleküzdöttem abba a borítékba, na akkor mire nyálat csiholtam, mert ugye én egyébként te most komolyan tényleg. Letapasztottam rendesen, olyan annyi nyálat tettem rá, mint szerintem senki. Hogy miért nem lehet azok a kis lehúzós, kis mert háromszoros pénz lenne a borítékban. Igen, a lehúzós drága? Hát, persze. De akkor miért nincsen ott mellette egy spongya, egy vizes spongya, vagy valami, érted? Igen. Kérdezem, hogy tol van-e bent, mondta, az egyikből már elvitték, a másikba te visszapótolták, úgyhogy volt tol, mert valaki ezt már pedig zsinóros tol volt, tehát akkor le kellett vágni. Nem kellett vágni. Hiszi, zsinór van rajta, igen. Hát az fontos. Levágták szóval a zsinórt, igen, ellopták a tol. Azért, lehet, hogy az első szavazása volt ott, és akkor magával vitte el. Igen, ott nem is a toll a fontos, igen, hanem a hozzá kötődő élmény. Igen. Vártam, hogy egy sör, vagy egy virsli, vagy valami. Nem, ez nem véradás. Már ott sincs. Más se régi gyerekek, hogy semmit nem adnak, komolyan mondom. Mielőször oda mentünk, rengetegen voltak, aztán mondtuk, hogy na jó, akkor régi jó szokásunknak megfelelően menjünk majd utoljára. Aztán oda is mentük ilyen fél hatra, fél azt órában. Azt kellett várni ilyen sokáig. Jó, ja, nem. Ja. Te szavaztál fél kilenckor, igen, még valamikor. 2x, de vajon mi legyen? De ha 7-kor, ugye 7-kor zártak, ha 7-kor odaálltál, akkor még meg kellett, hogy várjanak. Igen. És ebből volt az, hogy valaki fél kilenckor még. Hát igen, az átjelentkezők miatt volt ilyen hatalmas nagy torlódás, meg ilyen lassúság, de egyébként 4 éve is hasonlóan lassan indult el a feldolgozás egyébként. Nálunk nagyon zökkenőmentesen ment, mert nem volt tömeg, nem volt semmi igazából, behúztad a kis függönykét, és leadtad a voksodat. Tehát nagyon baráti volt. Nálunk tök tuti volt ebből a szempontból is a dolog, hogy így, mint mondom, tök flott volt, még gyorsan, mert csak amikor odavettük, akkor látta, hogy viszonylag sokan vannak benne, és akkor odaadta, hogy jó, akkor cuki után majd, világos, jó? És akkor oda mentünk fél hatra, akkor meg már szinte senki nem volt, és mondták, hogy rengetegen voltak, mindenki élt a lehetőségével, meg kötelességével, én azt gondolom, és akkor így szépen lezajlott minden. Nálunk nagyon jó volt, mert az általános iskolában volt 2 körzet, mert én régen a focipályára jártam szavazni. Szerintem már nincs, azért szüntették meg, mert hát bár az újkígyósi csapatról a múltkor ugye mondtuk az eredményt, kicsit akkor megvettek. Micsoda, Wembley-be a helyi. Hát egyébként igen, ott lenne. Tényleg. Picit megvezettek annó bennünket, de szerintünk csak a bírón, mindegy, oda jártunk ki szavazni, és az most már valószínűleg annyira rossz állapotban, hogy oda nem lehet. És a nagy aula az iskolában az üvegtéglafallal van elválasztva. Én mentem azt hiszem a 6-os körzetbe, először benéztem az 5-ösbe, mert nem tudtam, hogy hova kell pontosan menni a sulin belül, na mindegy, és aztán átmentem a másikba, és láttam, hogy a nagy üvegtéglafalhoz építették hozzá a szavazó fülkét, tehát ha valaki bemegy, akkor arról ugyan ugye takarva van, de a másik oldalról te látod, hogy ki áll bent, mondjuk nyilván a szavazatot nem láttad, tehát az üvegtégla azért annyira nem átlátszó, de azt láttad, hogy ki van bent, úgyhogy vicces volt a dolog, beintettem, szevasztok, te sok mindenki írja. Húzd már bele, Feri!
Igen, nekünk az volt, hogy mondom, az Ovi-ba volt, és azért az így fura volt, tudod, hogy ahol gyerek csivaj van, itt jó napot kívánok, személyén az olvány, nem kívánok. Persze nyilván kiment útlevélle, kimegy kell azonnal, persze. Hát, ez de azt elfogadják. Hogyne, személyigazolvány is jó volt, az útlevél is, sőt, még a jogosítvány is. Még a jogsival is lehet. Jogsival, és csak ugye a lakcímkártya kell, hát minden, ami fényképes, az jó ilyenkor. Ugye azzal tudod magadat igazolni, csak a lakcímkártya volt, ami... És a hivatalos emberek ott ültek a pici székeken. Végig sorban, pici asztalokra, pici székeken. Na, uraim, hölgyeim, van itt azért normális szék, üljenek át nyugodtan. Elnézést kaphatnék egy tollat, csak zsírkrétát adunk. Zavargások voltak, hogy valaki eltulajdonított egy Lego darabot zavartás közben. Eltűnt néhány fogkefe. Úgyhogy ebből a szempontból izgalmas volt a vasárnap. Hát nekem is a régi iskola. Ugye, hogy azért az jó volt. Igen. Hát nekem mondjuk, hogy ilyen masszívabb nosztalgikus élményem volt már, hogy két osztályunk egyszerre találkozott. Az ások meg a bések egyszerre szerveztek osztálytalálkozót. Én ott voltam. Ja, tényleg. Ott voltam, és hát nagyon hatalmas élmény volt. Egyrészt eljöttek a régi osztályfőnökök is, meg iskolaigazgató is, úgyhogy egy elég komoly formátumú kis osztálytalálkozó kerekedett ki a dologból. Hát marha jó volt így újra látni azokat az embereket. Hát mi úgy mondjuk hosszú ideje összejárunk már, meg így nem engedtük el egymás kezét, de ennyien még soha nem volt, több mint 40-re voltunk. És azért, amikor oda visz valaki, is elkezd össze rajta gondolkodni, hogy te ki vagy? Szia, hello, mi van veled? Józsi, Józsi, Gábor, igen. Hogy vagy, egymás mellett ültünk, nem jártunk egy osztályon. Én ásoltam. Mivel... Ja? Hát igen, úgy értem, hogy egymás mellett lévő terembe. Én alattad jártam két évvel. Ja, hát akkor hello. És ugye különösen kellemetlen a helyzetet, mert téged megismer mindenki. Ja, hát a, igen. Ugye? Tehát, igen, hogy mi hiába változtunk, bennünket innen az lehet látni. De aztán összeáll a kép egy idő után mindig, és akkor már tudod, hogy... És milyen volt, esti bulis volt, vagy az osztályteremben voltatok, megnéztétek a régi naplót? Az volt az érdekes, és hogy az osztályt nem mehetünk be, mert sajnos ott zajlott a választás, tehát hogy már így az ilyen hivatalos helyiségé vált. És az osztályterem? Bemenni, igen. És akkor nem volt ilyen osztalgikus osztályterem körbejárás? Nem engedtek be minket, nem tudtuk bemenni. Én értető okokból kifolyólag, aztán egy étterembe mentünk át, és akkor ott is kezdődött, és aztán egy másik helyen végződött, ahol ami tovább volt nyitva, és több volt a lőré. Pörögtél éjszaka? Á, nem volt egy pici. Na, a tényleg egyik voltam kint. Ne csinálj! Tök jó volt, mert az egyik volt osztálytársnőm, mondta, hogy éppen most telefonált, mert a lánya most indult el bulizni, amikor mi befejeztük. Egykor? Egy órakor. Hát, fiatalok, érted, Feri? Ne menjenek már egykor. Nem egy oldal. Az majd indul. Majd rájössz. Elmondom neked, mi van a pesti szórakozójákkel, megfordulok néha itt-ott. Kérlek szépen, magad? Egy fél kettőkor elkezd megtelni, és háromkor tulajdonképpen le is pörög. Én két és fél óra, az igen. Szétcsapja magát. Tehát régen a mikorunkban ugye már 10 órakor mindenki nagyon, sőt tök üres, tehát mondjuk fél egy körül, mert elkezd telegetni, és három körül vége is a csúcs időszaknak. Milyen buták, hát 10-re oda mennének. Á, 10 semmi, zárva van. Na de érted. Az, ha csak nem ilyen elindulós helyen vagy, Pesten fél egy előtt igazából nem is nagyon telik meg egy hely. Jó, legalábbis ahova én járok, és állítólag ez így kitolódik, tehát akik így csinálnak szórakozókat, ezek így mondják, hogy eddig volt 11, éjfél. De a vége az 3. Fél 3-3, nem. Ja, és nem 5-6-ig, egyáltalán nem 5-6-ig, igen, fél 3-3 körül szépen le is ürül a hely. Tulajdonképpen, tehát a csúcsragadozók, amikor vadászhatnak, az egy két óra vadászat, hiszen a szezon nagyon lerövidült, mert összesen egy két órát vannak ott a csúcs példányok és a csúcsragadozók, úgyhogy 3-4 körül már szépen mindenki megy. Tehát ez a fél egyes indulás, ez teljesen reális. Egy picit én is rácsodálkoztam a dologra, mert mi már akkor kezdtünk elfogyni egy kicsit, de hát ugye már az erő is a korból kifolyólag, ugye. De hogy a fiatalok akkor indultak befele. Ha. Kinézett Forma 1-et láttátok? Én egy hangot sem. Azt láttam, hogy most volt egy kis verseny, volt egy kis izgalom, de hogy Rosberget most ebben az esetben lenyomták, de hát az a második hely is nagyon szép eredmény. Hamilton nyomta le, ugye? Igen. Én néztem, egészen jó volt. Rájöttem, hogy miért nem szeretem már a Forma 1-et egyébként. Tök jó. Ez most a legjobb verseny volt szerintem, igaza volt a Szújónak. Tulajdonképpen mindegy, hogy ki a pilóta. Aki alá a legjobb autót adják, az megnyeri. Ezek a srácok annyira egy szinten vannak már, hogy akinek nyerő az autója, az nyer. Tehát most az utcahosszal elmegy a Merci, nincs olyan, hogy megnyeri a Red Bull vagy a Ferrari. Mert a két srác van olyan jó, mintha egyébként a Vettel alatt lenne jó autó, ha most az Alonso alatt lenne jó autó, tönkreverni a mezőny.
Tehát tizedekre vannak egymástól. Az első 15. Sőt, az újoncok is. És kapott a Merci egy autót, idén ők. És lehet, hogy jövőre kap a Ferrari, akkor ő... Tehát, hogy nem múlik már igazából a pilotai képességeken. Az, hogy a Rosberg és a Hamilton mit csinált egymással, ők nyilván ketten kiválóan üldözték, meg ölték egymást, hiszen nagyon jó pilóták. De úgy értem, hogy a verseny szempontjából a többi autóhoz mérte nem múlik már semmi. És néztem, mindenki tudta, hogy ebben az évben a Merci az esélyes, megint a Mercik vannak elől. Előző körben is a Mercik voltak, és tönkreverik a mezőt. Lehet, hogy jövőre a Ferrari lesz. De akkor a csapaton belüli két pilóta között van azért akkor a nincs. Különbség? Én szerintem nincs. Hát gyönyörűen vezetett a Hamilton és a Rosberg, és úgy ölték egymást, dölte egymást a két Red Bullos, hát a két, a Massa, meg a Bottas, amit csinált, tehát az is elképesztően jó. Ezeket egy nagyjából egyszintű pilóták már. Aki jó autót kap a csapatától, az megnyeri a világbajnokságot. A csapaton belül, hogy ki az a... Igen, ez a akine, akit nem törnek össze hátülről, akinek van egy futammal több mázlia, vagy egyszer egy kicsit jobban ér oda, vagy jobban kapja el az időmérőt. Tehát ilyen pici apró dolgok vannak? Szerintem nincs. Nincs. Nem múlik már igazán. Tehát annak tud szorítani, hogy ne robbanjon le a gép. Igen, igen. Hát figyelj meg, hogy évelején elmondták, hogy a Merci az esélyes. És már román nyerték magukat, már a Hamilton nagyon vezet, a Rosberg is elhúzott. Tehát igazából eldőlt, hogy ezt az világbajnokságot, ha nem történik valami, ők nyerik. Igen, de ez a csapaton belül rivalizálás, ha hagyják, akkor ez tök jó, mert az izgalmasra tehet így pluszba még. Tehát, hogyha mind a kettő megkapja ugyanazt igen. a támogatást, erkölcsit is, technikait is, ugyanolyan autóval mennek, akkor ez hát tök jó itt lehet a Mercinél hagyták, mert a két srác az könyörtelenül ölte egymást. Tehát nem úgy, mint ahogy a Massára rászóltak, hogy engedd el gyorsabb, aztán Massa azt mondta, hogy dehogy engedem. Há. Brutálisan ölték egymást, de szerintem a Ferrari-nál sincsen csapatsorrend, tehát ott is a Raikkonen nagyon dolgozik, hogy lenyomja az Alonzót. Igen. Úgyhogy kicsit olyan autófüggő lett ez. Most a Merci kapta jól el, most a Merci lesz a világbajnok. Persze kell hozzá jó pilóta is. De izgalmas verseny volt, ez volt a legjobb, én így bele-bele néztem, egyébként tényleg jó volt. Na, kéne egy nyertes hét, nem? Nagyon. Hát igen. Jól érzed, nagyon. Egy jó kezdéssel meg tudnak ágyazni neki. Igen, be kéne ütnünk az 1-0-t. Az első szöget? Akkor muszáj, gyereke, kikaptunk 4-1-re. Aha. Ja. A picit elengedtük csak azért, mert ott az elején volt a baj, egyébként hülyék vagyunk, mert ugye elmondtuk, hogy játszanak gyerekek hétfő-kedden, és nem akartunk gyereket kinyírni. Hát most az milyen dolog, hogy fekete-fehérben kivégzed. Kicsit szánalmasan mentem, hogy bének voltunk. Tehát, hogy ez nem jó. Nem jó, és ott már 2-0 volt, onnan már nem lehetett visszajönni. Igen. Sajnos. Igen, kösz. Jó, hát meglátjuk. Most ne legyen gyerek meg így. Tessék? Most vagy maradunk ezt, hogy Nem, ez szerintem ne legyen törvényszerű, hogy hétfők egy gyerek. Van olyan, aki akar játszon, de most az, hogy kimondjuk, hogy csak gyerek, az nem... Az meg nem egyébként ezek már milyen gyerekek? Ezeket meg már mivel etetik? Mert érted? Tehát ezek már nem olyan gyerekek, mint amilyenek mi voltunk, érted? Ezek már nem olyan, nem ilyen átlagos 7-8 évesek. Ezek már a mi szintünkön, ami egykor hiszem már 12-13 évesnek. Érted? Sokkal okosabbak, sokkal nagyobbak, sokkal egészségesebbek. Ezek ellen versenyezni, olyan, mint a 13-14 évesekkel versenyeznénk. Bizony. A francokat. Csak na, a gyerekek, kikaptunk. Jó, meglátjuk, hát új hét kezdődik. Ez még ugye teljes hét, abból a szempontból, hogy semmilyen ünnep, semmilyen szünnap, nem, semmi. Majd húsvét, de az még nem most van. Két hét. Két karácsony. Hét. Illetve karácsony, meg pünkös, meg május. Hogy szintén nagyon várunk. De ezek mind-mind nagyon messze vannak még. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 6 óra múlt 49 perccel. Hello mindenkinek. Ez jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez egy érdekes dolog. Igen. Megoldottam, jó vagyok. M6-os 50-es kilométernél felüljáróról mérnek ezt Gyula küldte nekünk. Köszönjük szépen. És 86-os úton Hanságliget és János Hominek között félpályán halad a forgalom, ez pedig Ildikó üzente, mi pedig már is játszunk valakivel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Barbi vagyok Sopronból. Hello, Barbi. Barbi, hogy telt a hétvégét, mit csinálsz? Jól telt, köszi szépen, burkoltuk a pintét. Úgyhogy azért most így fáradt vagyok egy kicsit. Pintét burkoltatok. Burkolás utáni, takarítás, rendrakás.
az azért nagyon fárasztó. Nyilván belülről burkoltátok. Nyilván. És miért kellett burkolni? Hát a ház építkezés folyamán az még nem lett kész, úgyhogy az most. Ja, hogy most lesz kész. Aha. Na jól van, kivel szeretné játszani? Janival. Nyissa el életet. Jól van, kell a pont. Csak mondom, hogy allergiás vagyok. Szerintem menjetek rá el a külső burkolatot. Ja, tényleg, igen. Otthon vagyok a témában. Nagyon kell a pont. Nem akarlak nyomasztani, de tényleg. Mehetünk? Igen, természetesen. Na figyeljetek akkor. 3-2-1 és tessék. Barbie, szeretnél kérdezni? Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem... Ez gyors volt. De hogy mit szeretnél kérdezni? Hát most már. Hogy miért nem vezetsz autót? Hát sose tudjuk meg. Tudjuk. Ezt már így nem mondhatom el. Ez gyors volt. Igen, a miért nem ott volt az első másodpercben, ahogy bekérdeztél azonnal. Nekem tetszett. Igen. Nekünk figyelj, most ennek is örülünk annyira. Nyomorultak vagyunk, hogy szükségünk van ilyen győzelmekre is. Pedig gondoltam, hogy a múlt heti 4-1 vereség után úgy nagyon magatok alatt hagytok, aztán Hát azért annyira nem szoktunk falnak menni, ez mégiscsak egy játék. Kicsit bánt bennünket a 4-1, de majd most. Viszont tökre érdekelt valahogy, és használtok ilyen kiötős ajzatkiegyenlítőt, meg mit tényleg. De sajnálom, hogy ez a beszélgetés elmaradt. Vizesedik, érted? Milyen izgalmas beszélgetés lett volna. Ki van ott melletted? Itt a kisfiam. Mennyi idős? 3,5 éves. Egyedül van, vagy van tesója? Nem, van egy 8 éves lánytesója. Készülődnek az iskolába, óvodába. Benne kiskola, óvoda. Barbie, jó van, hát ajándékcsomag nincs, de köszi a játékot. Köszönöm én is. Sziasztok. Jó, köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. Ez az, Jani, szép volt, király van. Hát gyerekek. Hogy behúztad, érted? Hogy nincs oda csapdát állítottál neki. Mit is kérdeztem? Már nem is tudod, de zseniális volt. Azt, hogy akarsz-e kérdezni, azt de jó. Yeah. Na jó, van, egyel bejebb vagyunk. Úgy szeretem, mikor így indul a hét. Szuper. Ez megadja az alaphangot, nem? Uh-huh. Aztán persze ebből még szinte lehet 4-1. Így van. Tehát, hogy ez simán megtörténhet, hogy 4-1 van. Én éreztem. De legalább úgy lesz 4-1, hogy el tudjuk mondani, hogy oké, hogy 4-1, de az első pontot mi szereztük. Pincét burkoltak, ahhoz értek, meg fogom verni. Ez volt az első gondolat. Mikor burkoltál utoljára pincét? Hát, nem ma volt. Nem ma volt, de még egyszer betonoztunk együtt apámmal pincét, és akkor. De ez már egy nagyon régi történet. És lent kevertétek, vagy fönt a betont, és lehordtátok. Fia, ha már így rákérdeztél, elmondom, és mert látom Balázson is a masszív érdeklődést. Úgy csillog a szemem, hallod, hogy ki őrülök. A pincéd? Nekem nincs, garázsom. Hát akkor semmi, akkor ha legközelebb garázs építkezel, akkor... Most garázst akarok burkolni, ha gondolod, akkor átjöhetsz. Nyers beton van a kocsik alatt, és szeretnék valami követ rátenni, mert nagyon összeszedi a port a beton, és nincs nehéz te takarítani. Hát... Vagy műgyantát, úgyhogy gondolkozhat megoldásra. Én picit régi módi vagyok, majd ácsolnunk kell egy ilyen, vagy egy ilyen kis betonkeverő, egy kis ládát, mert abban dolgoztunk, meg nem volt akkor tájt pénzünk ilyen betonkeverőre, nem nagyon voltak ilyen úri huncutságok még akkor, és akkor szépen ott álltunk a láda mellett, és akkor Toltuk, húztuk, aztán megkérdeztem magamat, hogy elmentek a biciklizni, de biciklim sem volt, úgyhogy rájött a csalafintaság. Igen. Ott, hogy mennyi, csak van bringád. Mennyi, de nincs bringád, és nem is kapsz. Ha nem lesz egyenletes emelkedve, az a tetves beton a rohadt ég. És egyenletes emelkedve. És ezt jól is sikerült. Mondom, hozzánk jövesz burkolni. Műgyantázni, ha tudsz esetleg, vagy a valami. Műgyantába is ragadtam. Gyantába otthon vagyok. Díszletesként nagyon sokat dolgoztam műgyantában. A műgyantába is. De az utána az felmosható. Az igaz. Így van. De legalább átkeltő. Abba máshogy. Jó műgyanta felületek ma vannak, az olyan, mint egy műanyag lenne a padlón. Jó az, és ezt föl tud gyorsan takarítani, föl tud most. Mert nálunk most egy nyers beton van a garázsban. És ez nem, ahogy a kocsiról esik ugye a por, meg leolvad a hó, az ott így porosodik. Uh-huh. Vannak ezek a nagyon jó ilyen ajzatkiegyenlítős ilyen tisztítható, mosható felületek, azok marhája. Nekem az annyira tetszik. Bekeverik, kiöntik, szépen színbe áll, megdermed, kész, már állhatsz is be az autóval. Na, és ha nem kapkodsz, hát akkor még ki is tudsz majd állni. Igen. Na, ha nem vagy türelmetlen. Tíztől ráérsz, nem? Akkor mehetek. Ha hogyne? Hát, 11-kor már ott vagyok, jó?
Nálunk most ez a feladat. Na jó van. Oké, 1-0-ra megyünk tehát, ez a legfontosabb. Tatabánya és vonzás körzetében nagy a köd, a látótávolság 50 méter. Ezt Józsi küldte nekünk. Jönnek a hírek után pedig jövünk mi is. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, gyerekek. Olyan vagyok, mint egy ilyen kapitányi fülkében ülnék. Nyomom, halkítom, állítom, mire kapcsolok, kilépek, átkapcsolok, lehajtom. Az Enterprise parancsnoki hídján körkapitány. Nézd meg ezt a távirányító halmaz. Az semmi ahhoz képest, mert beépítettek mindent. És még nincs nálam a tévé távirányítója, mert csak a halkító hangosító van, de a tévé csatornát egy másikkal tudom választani, gyerekek. Na mindegy, csináltam magamnak egy olyan rossz kávét, amivel remekül indítottam a hetet. Na, én nem tudom, miért büntetem magam. Tehát nem értem, hogy egyszerűen miért nem tudom megtalálni az édesítőt, és miért megyek bele, hogy akkor jó legyen egy darab kocka cukor. Miért nincs itt egy saját baristád, aki reggelenként megcsinál? Egyébként a Laci az az. Laci az? Nagyon ügyes. Nagyon jó kávékat szokott neked csinálni. Én akartam mondani, hogy te ezt honnan tudod, még életemben nem kaptál. Gyerekek, a Laci szenzációs kávét csinál, de hogy én magamat miért büntetem, hát ennyire nem utálhatom saját magam. De inkább az a kérdés, hogy 37 éves korodra hogy nem tudtál. Elmondom, hogy a lustaság. Oda rakom a csészét, benyomom. Jó. Nézek valami tejet, tudod, megnézem. Jó lesz ez. Öntök bele, jó lesz ez. Ki tudja, milyen állapotban. Nem tám az édesítő, ott a kockacukor. Két kockacukorra nem indítom a reggelt, mert az 40 gram cukor, vagy te ló. Mi azon a 25 gram cukor reggel nem kell nekem, akkor nincs édesítő. Jó, akkor kötök magam egy alkut, hogy akkor legyen csak egy kocka cukor, de már tudom, hogy keserű lesz, tudod. Akkor itt van az édesítő az orrom előtt. Te hozod be? Azért nincs ott a pultam. Nem, én nyírfacukrot használok. Az, ott van bent a szekrém, egy nyírfacukor. Miért nem raksz belőle? Mert az le kell hajolni, ki kell nyitni a szekrém. Érted. Most mondta el, hogy lusta. Nagyon jól mondott. Nem jut eszébe. Lehajolja. De hogy hajol. Mondjuk én egyébként ebben veled ők, olyan hülye helyen van, érted? Gyűlölöm azt a szekrényt. Bokamagasságban. Igen. Bokamagasságban úgy, hogy a kulcsot úgy tudod kinyitni, hogy csak forgatod balra, jobbra, húzogatod. Nem egyszerű. Szóval hogy a kompromisszumok kávéját csinálom meg nekem mindig magamnak. Nem egyszerű, hiszen jobbra és balra is lehet. És mindig rájövök, hogy úristen. Tehát ennél jobban kellene kedvelnem saját magam. Igen, mert abban elfogyott az agave szirup. Tetszenek érteni azok, akik küldték nekünk, tetszenek érteni. Egyébként észrevettétek, hogy otthána mindenki két pofára zabált az ágávé szirupot? Tehát, hogy addig így senkit nem érdekel, de utána, érted, annyit küldtek komolyan, hogy nem tudom, szerintem teherautóval hozták, és utána két hét alatt az egész elfogyott, mindenki tyú, érted? Szerették. Na, jó minőség, érted. Na mindegy, hozok abból a hatból, amit hazavitt. Hozzá már egyet vissza. Persze, visszahozok egyet. Legyél már rendes. Mi úgy se szeretjük. Csak van. Hát csak legyen már a vendég, érted? Érted, hát ha átjössz, vagy valami, aztán tudom, hogy szereted. Legyél már otthon, vagy hat. Na gyerekek, a sorozatrajongóknak valami kis csemege. Jó? Na. Aha. Ki a gyilkos? A kertész? Szép szemem. Mi ez? Gyerekek, nagy nap ez a mai. Rimsky-Korszakov. Ahogy gyerekem is az. Nagy nap ez a mai, a hidegráz. Így van. Nagy napra virattunk. Te írtad? Mi? Hogy én szereztem. Aminek ilyen a zenéje, az már csak jó lehet. Aha, az igen. Aha. Kik játszanak a New Yorki film hát harmonikusok? Ez csak a Jani tudhatja meg itt. Ebben hát ez nekem titkos teljesen, de szép. Én csak 5 hét múlva nézem. Lesz még jobb is. Igen? Most mutatnak egy... Igen? Most mutatják a falat. Csak mondom, a igen. Falat. Egy falat? A falat mutatja. Egy falat. Soha nem tudlak rábeszélni sorozatokra? Soha. Feri nem szereti ezt a fantasybe hajló vonalat szerintem. Mibe? Kardozós lovaglós vonalon már... Ölös? Kardaszállós? Nehogy nem szeretem. Volt, igen. Gyerekek, nagy nap ez. Az amerikai. De mi ez? Amerikában indul a trónok harca. Azt a kutyafáját! Ami könyvben is szenzációs. Igen. És immáron a negyedik évadot láthatják a kedves nézők. Aztán majd valamikor ugye Magyarországon is. Két trón harcol egymással. A trónok harca, igen, hát királyságok harcolnak. Ha ezt az elét meghalod, már tudod, hogy... De ez ma Magyarországon lesz látható? Nem, amerikai premier van. Én a magyar dolgoknak nem csinálok reklámot, mert az burkolt reklám lenne. Én amerikai dolgoknak csinálok reklámot, így mert van. Annak csinálhatok reklámot. Így van, aztán majd letöltjük. Végül is lehet, hogy korrekt. Persze, azonnal letöltjük. Persze, de megbeszéltük Janival, hogy nem ilyen egy rész, két rész, hanem inkább várunk. Összevárjátok.
összevárjuk, és egy 4-5 részt leülünk, nem és lehet. Egyhúzamon megnézzük. Ezt nem tudod egy részenként, már megnéztem az összes majdnem spoileres trélert a negyedik évadról. Én már nem ki lesz, interjú, ezért. Sorozatok, hol forgatták, gyerekek, hát ez... Túl sok infó se jó, aha. És nem jól leülni, tehát nyilván tök jó, persze megnézed, de hogy azért mégiscsak jó, amikor leülsz, és akkor itt 3-4-5 részen keresztül izgulod végig az egészet, és már tényleg csak azért hagyod abba a nézést, mert már leragad a szemed. De hogy egyrészt megnézni, tudod, tele kétségekkel, kérdőjelekkel fekülni le, érted? Meghal, nem hal. Csak a beszédetek alatt egy kicsit még jó. Ha, jó, mehet a lábfestőre. Kardozás, lovaglás, partraszállás volt. Hol marad a negyedik? Ugye? Ugye, hogy ugye? És ebbe az is van bőven. És ezt közösen nézitek? Nem. Mindennek voltál azért. Jó, vagy. Azért markolásza a kezelet az izgalmasabb részeknél. Hiányzik az neked? Mi lesz ebből? Hát én régen vártam már ennyire sorozatot, pedig nagy sorozat függő vagyok. Na most képzeljétek el, hogy gondoltam rátok, meg ezekre a trónosokra, és beszereztem nektek egy-egy trónos harca relikviát. Holnap megkapjátok. De jó. Hozod a trónt? Nem a trónt, a trónt. Királyvárból? Nem akarod elhozni nekünk Királyvárból? Nagyon szép ajándékot. Hozd el Margaretet a Királyvárból, nem? Margaretet a Királyvárból. Igen, olyan? Olyan? Margaret. Vagy a kis Joffrey, az is jó. Jó, sok jó szereplő van. Sok jó szereplő van. És jelezte a telefonod? A telefonom érdekes dolgot ír ezen az alkalmazáson, mert azt írja, hogy most lehet, hogy egyébként most nekem 7 napot ír, de akkor lehet, hogy ez a magyar premier, mert az amerikai premier az most van, tehát hogy ez lehet, hogy annyira okos ez a kis programozás, hogy tudja, hogy én hol vagyok? Nem lehet, hát tudod, hogy ez egy olyan halmás. Tehát miért írja azt nekem, hogy 7 nap? Aha. 7 napot ír. És jövő héten magyarul mutatják be? Ja, de várjál, epizód 2. Ja, ezek az egyre már nem is szól. Hát S4E02. Világos. Sharia 4. Sharia 4. Epizód 2. S402. Vagyis tulajdonképpen 7 nap múlva jön a második rész. Tehát ez ugye... Tehát ő már azt gondolja, hogy már megnézted az elsőt. Ő már szólt nekem, hogy megnézhetem az elsőt, és most nem ismeri ez a Balázs tévézési szokása. Nem tudja, hogy annyira nem intelligens. Ja, Istenem. Na jó van. Én a Walking Dead-et azt most fogom pénteken egyébként befejezni. Most kivártuk, úgy csináljuk, hogy ugye egy kis teamben nézegetjük meg az epizódokat, és már ugyan vége van, most már lassan 2 heten vagyok ebben egészen biztos, de csúsztattunk egy hetet azért, aha, hogy mindannyian ott lehessünk. Hát, az utolsó 4 résznél. És van ilyen kis közösségi nevetek is? Mert mi például új kígyós, amikor a Bánfi Peti haverommal mind a kettőnknek lett Akai AX3-as dekje, igen, akkor mi voltunk az Akai AX, de lehet, hogy AH, valami ilyesmi, de a hármas benne volt, mi voltunk az Akai AX. De jó, várjál, akkor mi is kitalálunk valami ilyesmit, hogy itt tudom én, hogy hívják, várjál. A Talikálmán agyhalottjai vagy valamiben, hogy ott nézzük. Na, ugye milyen jó? Ezt is csoportban? Ezt is csoportban nézzük? Persze. 4-en. Én ezt magányosan. Egyszerűen nem. Viki nem fűzött rá nagyon, vagy nem érdekli ez a fantasy, meg sárkány, no, meg ez így nagyon nem. De nincsenek sárkányok, mert ő tudja már. Ő egy okos asszony. Csúnya nagy dögök lesznek ebbe. Csúnya nagy dög, meghízott, nagy megnőtt nagy dögök lesznek ám ebbe már. Remélem nagyon sokszor, mert hogy hiányoltam őket a harmadik évadból. Aztán mindenfelé szaladnak majd széjjel az álmukból, felriasztott mesztelenen nő. Kezd érdekelni, ilyesmi van benne. Ja, rengeteg erotika van benne. Rengeteg erotika, rengeteg bujálkodás, rengeteg mesztelen nő. Rengeteg. Van ez. Amerikában itt meg Magyarországon. Majd elmondom adásom kívül. Ne bántsanak minket. Megnézem. Szóval, hogy te ezt egyébként bírnád? Aha. Örömlányok, lakomák, mészárlások, hullófejek, minden. Azt már nem hallott, tiszta tolli. Honnan lopták? Na jó van. A magyar premierről írják itt sokan, hogy mikor van egyébként, nem akarok róla beszélni. Meg úgyis tudja mindenki egyébként, hogy melyik csatornán van. Az amerikai premierről beszélt. Az amerikai. Mert akkor beszéltünk róla. Ennek így oka van. Így van. Na mindegy. Jó van. Van egy zsepid? Van, de nem adok meg kell. Nem azért csak, hogy használd már. De. Hogy. Egyébként a közvélekedéssel ellentétben, adok egyet közben, ilyenkor az emberek nem nagyon van mit kifújni az orrából. Egyszerűen annyira megvan dagad a nyálkavártyám, hogy azért ilyen nazális a hangom. Hát, hogy fújnám én.
Na. Ja, allergia, hát az allergia mindig ilyen, persze. Nem jön semmi, csak bedagadnak az orr, nyálka, hártyák, igen. Na, egy amerikai ovis esete hatalmas felháborodást keltett, utána járunk annak, hogy mi a helyzet Magyarországon. Talán néhány hallgatónk, a néhány az abszolút idézőjeles, hasonló helyzetben van, és tud magyarázatot adni, vagy tanácsot adni azon szülőknek, akik úgy járnak, mint az amerikai ovis esete. Kirúgták az óvodából azt az amerikai ovist. Egyszer kirúgták az óvodából, mert hogy állítólag csúnyán beszélt. És a cikk ragozza, hogy milyen szavakat mondott, ami egyébként annyira nem is durva, tehát ez valószínű, hogy valamilyen szigorú óvoda lehetett, mert nem mondott olyan nagyon-nagyon csúnya szavakat. És kiderült, hogy a kisfiú azért mond csúnya szavakat, meg azért beszél csúnyán, mert hogy neki egy olyan ovis társa van, és egy olyan ovis társával kezdett el barátkozni, aki nagyon-nagyon csúnya beszédet hozott otthonról. Aha. És tulajdonképpen a kisfiú, akit kirúgtak, az ugye az óvodában kezdte el hallani ezeket a szavakat, amit a másik fiú viszont ott nem használ, csak otthonról hozta, és megsúgdosta ennek a fiúnak. A fiú pedig elkezdte mondogatni, mert hogy örült neki, hogy ilyen szavak is vannak. A kisfiút kirúgták az óvodából, de nem azt a kisfiút, aki egyébként behozta a ronda szavakat, mint hogy ebből a cikkből kiderül. Aha. Tehát áldozat volt. Bizony. A kis John. Havas John, hogy már hasonlat a lényeg. És ugye rondán beszélt, és szerintem nagyon sok szülő átéri azt a helyzetet, illetve felteszi magának a kérdést, hogy mit csináljon abban az esetben, ha ugye például a gyerekére egy olyan gyerek katta rá, aki nem biztos, hogy jót tesz az ő gyereke fejlődésének, mentális egészségének, vagy egyfajta, hát nem tudom, lelki nyugalmának. Ugye ezt szerintem sokan átéli. Azonnali eltiltás. De nem tudod. A hát, másiktól? Hát nem, ez az, hogy nem tudod. Itt. Ne engedje a Krisztike közelébe. Aha, annak hívják. Nálatok az a hát akkor a Krisztike, na jó van. Ugye mi történik? A gyereket kirúgták az óvodából, a szülők felháborodtak, próbálták visszavetetni, és mondták meg, hogy értse meg, hogy a gyerek itthon egyébként nem beszél csúnyán. Az, hogy az óvodában egy másik társától hall valamit, arról a gyerek nem telt, azt ő azt mondogatja, de otthon nálunk nem hall ronda beszédet, a gyereket mégis eltiltották. Hogy most a szülők védekeztek, vagy ez csak kifogás, vagy a gyerek tényleg nem beszél rondán, az tök mindegy. Azt is mérgette, hogy kaki, csak csúnyában. Aha. Hogy mert valószínűleg megörült ennek a szónak. Így van, mert azt azért tegyük hozzá, hogy ennek az értéke a gyerek számára abban van, hogy tudja, hogy ő most valami csúnyát mond, rosszat tesz, és hogy a szülőknek az agyvize azonnal 4000 fokon kezd el égni. Tehát a gyerek ezért csinálja. Brahiból mondom semmi, nektek, hogy mi a megelőzés, csúnyán kell otthon beszélni. Akkor nem lesz érdekes. Akkor ugye milyen okos. Tényleg, de jó. Igen. Tényleg ő egy kislány volt egyébként, akit kirúgtak. Kislány az óvodából, egy amerikai kislány, akinek menni kellett. Nagyon kemény. Hát csak mondom, hogy például Virág mind a mai napig megkérdezi, illetve hát nyomaszt minket azzal, hogy kimondhasson egy-egy csúnya szót. Na, hagyd mondjam ki, apa. Nem mond ki. Nem mondom. Nem mondom. Nem mondod neki? Nem engedem meg neki, hogy kimondja. Nem de ahogy ki. Megkérdezi, hogy apa kimondhat most az a csúnya szó, hogy jó, de most az a csúnya szó, hogy telefon. Hát akkor kimondja, hogy apa, kimondhatom azt, hogy telefon? Aha, nem így kérdezi. Nem így? A B betűst, az S betűst, a K betűst. Jó, oké, de kimondja a szót. A JK, a B, SK betűseket. Nem tudom, ez a csúnya szó, ez szerintem, ha a gyerek érzi, hogy te ezt túl ragozod, akkor nyilván ő is, hogy ha kicsúszik, és ez ilyen természetes, akkor szerintem ezzel nincs baj. Tehát a gyerek pont azt mondogatja többször, ami nagyon tiltva van. Igen. Az a baj, hogy ők tehát, sokszor hogy ilyen vagánságként élik meg ezeknek a csúnya szavaknak a használatát, és ne legyen más számokra természetes. Tehát, hogy mondjuk óvodában még azért tényleg arról van szó, hogy igazából nem is nagyon tudják, hogy miről van szó, hallják egy picit idősebbektől, hallják például a felnőttektől, és akkor azért dobják, mert egy picit ettől ők is így érettebbnek, komolyabbnak tűnnek, lazábbnak, stb. De aztán általános iskolában, hogyha mondjuk így óvodában nem nagyon figyelsz ezekre a dolgokra, aztán elszabadul a pokol. Tehát, hogy ott egy hogy hívják, amikor mész a gyerekkér, megállsz az iskola előtt, és hallgatod, hogy hogy beszélnek egyébként a 11-12-13 éves gyerekek, hangsúlyozom. Jó, de most hát nem is, ott azért már vannak meredek dolgok. Igen, de most nem is a csúnya beszédre akarom kiegyezni ezt a dolgot, hanem mit csinálsz akkor, amikor az oviban egy olyan gyerek akad a gyerekedre, akit próbálsz róla valahogy leszedni, vagy azért, mert rondán beszél, vagy azért, mert verekedik, vagy azért, mert beleszeret a gyerekedbe, és nem hagyja békén, vagy azért, mert nem hagyja végigülni az és ebédet. Szintén kisfiú. És szintén kisfiú, vagy kislány. Tök mindegy, ha valaki olyannal haverkodik a te gyereked, vagy valaki olyan gyerekre akad rá,
vagy a te gyerekedre akadnak rá azért, mert szimpatikus, aki neked nem, és oka van annak. Apuka, és... hadd kérdezzem már meg, de most haláltam olyan. Neked ehhez mi közöd van, hogy a gyerek... Az szerintem nagyon sok. Az, bocsánat, az az ő választása. De nem, nem erőbb, nem, másról beszélünk. De. Nem. A gyereked választása. Akkor elmondom még egyszer, a gyerekedre ráakad valaki. Hát de hogyha a gyereked nem hagyja magát, akkor le fogja pattintani. Na de ez nem biztos, hogy le tudja pattintani. De most a gyerekedet is zavarja, tehát látható rajta, vagy ez most csak téged zavar? Mert ha téged zavar, akkor neked ahhoz nincs közöd. Nem, amikor valaki olyan pattan rá, ahogy ebben a cikkben van, hát ahogy ebből az amerikai történetből kiderül, hogy a gyerek elkezd ronda szavakat hazozni, kitől hallod? Ettől a kislánytól. A gyerek elkezd, mit tudom én, úgy viselkedni, kitől látod? Attól a kislánytól. Aha. A gyerek, mit tudom én, nem tudom, nem üli végig a foglalkozás, mert ott van az a másik gyerek, aki mondjuk beleviszi a rosszba. Érted? Tehát ilyenekre gondolok. Tehát egy 3-4-5 éves oldáskorú gyerek nem biztos, hogy le tudja szedni saját magáról, vagy nem biztos, hogy ő fölismeri, hogy ez a viselkedés mint neki rossz. Ő nála csak azt látod, hogy beleviszik a rosszba. De lehet, ott a gyerek mit válasszon? Tanul valamit. Tehát ott a gyerek hogy választ? Hát, vagy mire gondolsz? Hogy... Szerintem a szülővel kell beszélned. Igen? A másik kisgyereknek a papájával, vagy az anyukájával, apukájával. De mit mondod? Oda mész és azt mondod, hogy hülye a gyereked? Szálljon le az én gyereked. Mit tudsz neki mondani? Figyelj, hogyha ilyen szélsőséges szituációkban rángatja bele a te gyerekedet, akkor ezt el tudod neki mondani, hogy figyelj, az a helyzet, hogy a kis, mit tudom én, Józsika egy csomószor olyan szitukba, olyan helyzetekbe hozza az én gyermekemet is, hogy és erre a szülő azt mondja, hogy így van tényleg az én gyerekem, csinálja, nem azt mondja egyébként, a te gyereked ugyanúgy benne van. Akkor azt mondod, hogy figyelj, én is oda fog figyelni az én lányomra, vagy az én fiamra, te is figyelj oda, légy szíves a sajátodra, mert ennek így valószínűleg nem lesz jó vége. Kicsit az a baj ezzel, hogyha Józsika ilyen. Igen, akkor lehet, hogy a papa meg a mama is ilyen. Józsika ezt otthonról hozza, tehát a papa valószínűleg otthon erős bémegekkel operál és egyéb ilyen dolgokhoz nyúl hozzá. A nagymamának meg a nagypapának. Igen, hogy Józsika apukáját is neveljék meg. Tehát ez így nehéz szerintem, hogy a szülőnél kezded, mert a szülő valószínűleg ilyen, mert Józsika ezt nyilván otthonról hozza, ha csak nincs. De miért Józsi, miért nem Krisztián vagy? Akkor Krisztián, hát mindegy, ő mondta a Józsit, ne engem. Miért Pistike vagy Józsika azonnal? Ezek a sztereotípiák. Legyen mondjuk, nem tudom. Mert így sokkal kevesebben ismernek magukra. Legyen Noel. Noel. Miért legyen Noel? De akkor ez már biztos, mert Noel. Józsika. Pannáik unokaöccse Noel, ne legyen Noel. Azon a Józsika vagy Pistike. Megmondom miért, vagy mert Józsikából van kb. 80 ezer, Noelből meg van 3, érted? Könnyen. Mondjuk igazad, hogy 80 ezer ebbenél kihúzni a gyufát, azért az durva, mint 3. Igen, buta a gyerek, akkor Józsika vagy Pistike, vagy legyen Pistike a legjobb. Pistike a gyerek. Mi egyébként mindegy, hogy hívják. Tehát nem tudod leszedni a saját gyerekedről. Szerintem a szülővel se tudod megbeszélni. Figyelj, hozzád odajönne valaki, és azt mondja, hogy figyelj, a te gyereked rámászott az én gyerekemre, egyébként csupa rosszba viszi bele, aha, egyébként meg hülyeségekre tanítja, és még rondán is beszél. Nem mondja neki azt, hogy kedves szülő, rendben, én odafigyelek a saját gyerekemre, maga is figyeljön, de elküldenéd a fenébe, hogy hagyjon már miként, dehogy ilyen a te gyereked. Hát nyilván szülői önérzetből se írnád ezt alá. Oda jön egy másik szülő betámadva, hogy a te gyereked akkor... a legrosszabb az óvodában, egyébként meg szálljon már az én gyerekemről. Okay, nem mondd azt, hogy rendben, igaza van, odafigyelek a gyerekemre. Akkor honnan tudod az igazságot? Na ezért tehát érdekes ez a helyzet szerintem. Most te azt mondod a te fiadra, hogy nyilván ő egy aranygyerek, mint ahogy én az enyémre, mindenki a saját. Szülő azt mondja a sajátjára. De akkor honnan tudhatod te azt, hogy például most a Beninek az egyik csoporttársa oltja a Benit? Honnan tudod, hogy Beni nem, mit tudom én, honnan összeszedett valami szót, és ő tanítja a többieket. Hát nyilván beszélgett az ember a saját gyerekével, tehát ez az amerikai kislány, akit kirúgtak, ez elmondta, hogy honnan hallotta, hogy kitől hallottad, hogy kivel vagy együtt, hogy ki a barátod, hát azért egy gyerekkel ugye kommunikálsz, nyilván tudod. Tehát most, hát meg az óvon is jelzi azt neked, hogy... tudja azt a 3-4-eket, hogy ebben a korban még nincsenek nagy bandázások, vannak 2-3 barát. Mostanában akkor... nagyon sok új szót már mondám a kicsit. Jaj, de jó, mi is nagyon örülünk neki. Mi nem annyira. Igen, a kis havas John. Nagyon sok mindent tud. Ugye, hogy ez egy komoly patthelyzet. Hát nyilván... Eltiltani nem tilthatod el. Még nem is tudod. Hát gondolom az amerikai szülők is próbálták valahogy leszedni a saját gyerekükről ezt a gyereket. Amikor oda menni az óvónőhöz is azt mondani, hogy válasszák le őket, hát az óvónőre, ott mondjuk 2 óvónőre, egy dadára, ott mondjuk 30 gyerek. Hát ebben a formában azért ezt ugye nehéz megcsinálni, te csak azt látod, hogy a gyereket minden nap hozza haza azt a ronda beszédet, az ortúrást, a bármit, amit nem csinált mondjuk 1 vagy 2 hónappal ezelőtt. Szerintem ez egy idő után nyilván idegesítő. És a majd kinövi?
Hát, a majd kinövi hozzáállás, jó? De kérdezem, jó vagy rossz a majd kinövi hozzáállás? Tehát azt mondod, hogy nyilván a normális keretek között elmondod, hogy szerintem ezt a szót nem kéne, aztán mert azt se tudod, hogy mit jelent, drága fiam, meg egyébként is csúnya, de hagyjuk, vagy elkezdünk vele ordítani, hogy na most már ezt nem mond többet. Mi a jó? Hogy a ronda beszél például? Például. Mi azt csináltuk a Wikivel, hogy ha hazott egy-két ronda szólt, akkor így átsiklottunk felett. Aha. És a gyerek, mivel látta, hogy nincs reakció, ezért abba hagyta. Egyáltalán nem beszél. Vagy elkezdték ti is használni, hogy érezze, hogy ez egy csapat. Figyelj, én nálam ott csúszik ki ronda szó, nálunk a gyerek azt mondja, hogy csapja szádra. És ő szól nekem. Azt mondom, mélyben én mit mondtam. Tudod, mit mondtam. Hát vízen kiment. Telefonálok valaki fölideges, és csúszik ki ronda szó. De annyira természetesen veszi, és nincs ez a brutális büntetés, ugye mi történik, ha nagyon tiltod a gyereknek, az izgalmas lesz. Persze. És akkor hisztizik, vagy bármi van, akkor elkezd rondán beszélni. De ez itt tök természetes. Kicsúszik, ő szól, hogy csapja szádra, de ha ő mond valamit, akkor meg átsiklottunk. Volt egy idő, amikor hozott haza az oldalból ronda szavakat, de nem volt ilyen falhoz állítás, meg na most, ha ezt még egyszer kimondod, akkor mi lesz? És rájött, hogy ez neki nem izgalmas. Hát ezzel nem lehet szülőket idegesíteni. Igen, akkor meg felesleges. Szóval, hogy ki mondta ezt is? Igen, akkor inkább összetörök valamit. Ki mondta azt is? És így tudod, így nézett ránk. És így megmondtuk a bálunkat, hogy nyilván teljesen tudatosan, tehát nem közönyből, hogy a gyerekről. Egy hónap alatt rájött, hogy ez a pucéjékat egyáltalán nem izgatja. Igen. És nem beszél rondán. Tehát, hogy ez valahogy nálunk így elmond. Pedig azért hozott haza csúnya szavakat, hogy ettem valamit, és így mondod, hogy rászorítottam a villára, tudod, Viki is. Az jól hallottuk? Igen, egyél tovább, ne csinálj. Estemet serezdüljön, egyél tovább, tudod. És egy pillanatra így megállt a kezünkben a villa, de rájött, hogy ez, hát nem. Ezzel nem lehet őket idegesíteni. Aztán ment és kitört ráblakot, azzal viszont ott már viszont egyből ordítottam. Szóval, hogy szerintem ez a jó megoldás, de nyilván minden szülőnek más az eszközrendszere. Jó, hát mert nálatok egyszerűen, mert Benni rájön, egy lőbb-utóbb, hogy nem menő, hiszen ha menő lenne, apa is csinálná. De nem. Apa sajnos néha beszél onnan gyerekek. Ha valaki tudja, hogy ki az a menő, vagy mi a menőség, akkor az a... De szerintem egyébként az óvónőnöknek erre nagyon oda kell figyelniük, és ha esetleg van egy probléma, akkor jelezniük kell a szülő felé. Tehát ők is már így csirájában elfolythatják ezeket a dolgokat, hogyha odafigyelnek rá. Mondjuk valamik, ha egy picit túlreagálják, nálunk például általános iskolában azt hiszem, hogy másodikban volt, hogy a Virág kapott egy hármast magatartásból azért, ott egy picit úgy érzem, hogy kicsit túlreagáltak a dolgokat, mert kimondta azt a szót, hogy kuki. Uh-huh. Hát én kettest hogy ott, adnék. Ott nagyon nálatok soha semmit nem hozott haza? Az osztályfőnöknek. Soha semmit nem hozott haza nálad se. De már kikezelték. Most nem, igen, pöttyös volt, és nagyon viszketett meg, igen. Hát jó, hát már 6 évesen. De hogy nem, nálunk is. De persze, hozott, próbálkozott, csak mindig megelőzte ez a kérdés. De most a rondaszon kívül, tehát bármi olyan felvett viselkedés, ja, vagy bármi. Torracipő, kis nadrág, kis szoknya, egyszer egy téli kabátot is haza. De annak örültél, mert legalább idén nem kellett venni. Nálunk például az evés tök érdekes, hogy a panyensz bent állítólag az óvónénik szerint ilyen példamutató rendel eszik, és nagyon, és minden el van igazítva, és nagyon szép, otthon meg mint a disznó. És akkor kérdezem, hogy de gyerekem azt mondta az óvónéni, hogy bent te vagy otthon a legszebb. Jó leszik, az ki, bent is jó leszik, meg itthon is, csak otthon csúnyán. És mondja, hogy azért, mert van egy kollégina odaben, aki szintén ugyanígy, és hogy az milyen menő. De bent érdekes módon nem csinálja. És otthon meg igen. És mondod neki, hogy édesem, egyé már. És a többieket nem eszi meg? Dehogy nem, hát senkinek nem hagy viccezés. Délután mindenki nagyon éhes. De most már külön eszik. Elültették. Egy másik asztalhoz. Igen, hát ezek kemény dolgok. Jó, írjanak nekünk szülők, akik hasonló helyzetben vannak, mint ez az amerikai szülő, akinek úgy eltanácsolták finoman szólva a gyerekét, hát ez magyarán kirúgás egyébként. Igen. Tehát óvodában, milyen menő a gyereket már óvodából kirúgják, nem? Igen. Tehát ott azért várod, hogy még mi lesz meg gimnáziumban, meg egyetemen. Szóval írjanak szülők, akik hasonló helyzetben vannak, hogy mit hozott haza a gyerek, hogy próbálták lenevelni, illetve nyilván mi a megoldó képlet ilyenkor, ha csemetéjükre egy-egy olyan gyerek kattant rá, amit nem nagyon néztek jó szemmel. Jó, 7:30 múlt, 2 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hát, sziasztok. Hello. Szia. Szia, szia. Hello, neked is. Na, várjatok. Tudjuk. Lévényi pihenő előtt hegyes felé van egy trafi, ez Boris küldte nekünk. Dugó az M3-as bevezető Nyíregyháza felől, üzente Peti. M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Lébényi lehajtónál mérik a sebességet. Ő erősítette meg Boris SMS-ét Attila. 83-as úton Győr felé, Győr szemérén a falu elején trafizó rendőrök. A 35-ös úton Tiszaújvárosban Ezüst Fábiával szintén trafiznak. Ezt Peti küldte nekünk. Budai alsórakpart már a Mozaik utcától arra szól.
Az M0-ás 51-es út lehajtójánál őzikék az útmenti árokban, 8-as út 97-es kilométernél két kamion ütközött, egy sáv járható, ködös párás a helyszín, ezt Ákos üzente, és az M3-ason a 204-es kilométernél Hajdunánás felé gyűjtik a húsvéti tojása valóta rend éber őrei, ezt Pisti küldte nekünk. Gyerekek, nem sokára húsvét. Bizonyám. Sonkát. Megvan már a kölni? Az, neked megvan 30 éve szerintem. Te azokat is fogyott el. Ezt apám nagy kiszerelésbe vette, és hát érted, úgy kicsit így olcsó volt, Krasznaja Moszkva. Jó is az. Na ugye arról beszélgettünk, hogy egy amerikai ovis esete hatalmas felháborodást keltett, mert kirúgták az oviból, állítólag csúnyán beszélt, a szülők szerint mondogatott egy bizonyos szót, de nem ők tehetnek róla, és... hát eltanácsolták az óvodából a szegény gyereket, miközben kiderült, hogy egy társa ráakaszkodott, és hát emiatt ugye tulajdonképpen a gyerek elkezdett csúnyán beszélni. Arról beszélgettünk, hogy mit csinálsz ilyenkor szülőként, kivel beszélsz, óvónénivel, gyerekkel, szülővel, vagy a saját gyerekeddel, ami ugye szintén megoldás lehet, hogy megpróbálsz vele elbeszélgetni, hogy miért pattanyol le arról az illetőről, akivel együtt bandázik, aztán ha a gyerek ezt megérti, akkor szerencséd van. Jöttek SMS-ek, szülői hozzászólások elég sok. Kislányomat hetekig bántotta egy kisfiú az oviban, se szülő, se óvónő nem tett semmit. Aztán a lányom elégtételt vett, egy 2 kilós fabusszal leütötte a srácot. Élettem berendelve, de mondtam az óvónőnek, tekintsék szakmai kihívásnak. A terror megszűnt a fiúcska részéről. Hát ott a kislány rendezte. Rendezte a dolgot egyébként, jó. Fiam óvodatársa rajtaütésszerűen sikított, fiú volt elméletileg. Fiam hazahozta, amikor rájöttem, hogy nem megijedt, hanem ez az új módi, próbálkoztam, végül az óvodába beígért nyilvános közös fenyítés segített. Ez Sománál is volt. Hogy? Kérlek szépen, hogy abszolút indok nélkül, egyszer csak egy ilyen nagyon éles, nagyon magas hangon, elkezdett üvöltem, de egy ilyen rövidet, majd játszott tovább, és kérdeztem, hogy ez honnan van, hogy baj van? Rohantam be a szobába, mi van, öl a nővéred, ez azért nálunk előfordul, de nem, semmi gond, majd sikított még egyet, és amikor így a harmadik nem volt, akkor én visszasikítottam egy nagyot, gyerek így nézett, nem csinálunk többet. Ez tényleg a hülyén nézett ki közben. Jó, csak amikor visszasikították a Flórián téren, beomlott a vakolata. Valamiért, de nem csinálja igen, többet a gyerek. Beszakadt a vakolat. Néhány ipari apa is, aki a közeli háznak az oldalát éppen takarítgatva lezuhant. Igen. A mi gyerekünk férfi nemi szervet hozta az oviból, és emlegeti otthon, ebbetűvel kezdődik, ja, és 4 éves. Egyelőre nincs megoldás, írja egy hallgató. Nálunk a böliben Pistike volt az, aki beszélni nem tudott, de káromkodni igen. Az mi, hogy gyerek még nem beszél. Ennek köszönhetően a fiam egy szép napon leköcsögözött minden szembejövőt az utcán. Tetszett neki a szó, nekem meg égett az arcom. Mi sem szóltunk rá, így nem rögzült, pár nap alatt elfelejti. Ezt Bogi küldte nekünk. És mi van, hogyha például úgy irányítod a dolgokat, hogy azt mondod neki, hogy ez F betűsnél sokkal durvább a K betűs, a kuki. Hogyha azt mondod, akkor igazán kemény vagy. Ez csak az a baj, hogy másnap az óvónő megkérdezi, hogy kitől hallottad, és mondja, hogy apa mondta. Igen. Tehát az F betűs helyett azt mondta, hogy K betűs. Igen, apa mondta. Akkor mondd meg a H betűs apádnak. A mi csoportunkban is van egy nagyon rossz kisfiú, akitől a fiam tanulta a rosszaságot, csúnya a beszédverekedés, de beszéltem a fiammal, hogy ne játszom vele, ha lehet, mert persze eltiltani nem lehet. Erre ma reggel magától mondta, hogy nem a barátja már, mert hiába mondja neki, hogy legyen jó, nem hallgat rá. Na, milyen cuki, nem? Megoldják ők maguk is, ha a szülő elbeszélget a gyermekével, írta nekünk Viki. Köszönjük szépen. Egy utolsó SMS, nekünk is volt olyan csoportásunk, aki szívesen tartott 4-5 évesen szexuális felvilágosítást a lányomnak. 4-5 évesen. Csak okit, ha nőni igaz. Igen, nekünk szerencsék volt, mert az óvónénik vették észre, és próbálták őket elszeparálni egymástól. Minket már csak akkor voltunk bele, amikor panaszkodás volt, hogy nem aludhatnak egymás mellett. Én megköszöntem az óvónéniknek a hozzáállást. A gyerek 4-5 évesen hogy tart szexuális felvilágosítást? Azért az hát nagyon fejlett a gyerek, nem? Hát attól függ, hogy ő hogy képzeli el a dolgot. Mert hogyha még a porzos bibés vonalat tolja, akkor vagy a gólya hozza vonalat, akkor nagy gond nem lehet. Ilyen, hát szépen, hát, nem akkor az ornitológia irányába tolja meg a gyereket, ha azt mondja, hogy a gólya hozzá, akkor azzal nincsen. Hát, félek, hogy egy 5 éves, ez nem biztos, hogy így tolja, hogy a bibe, meg a porzó, meg a méhecske. Lehet, hogy Júli gyerekeivel járnak egy óvodába. És ők már mindent tudnak. De majd ha bejön a Júli, megnézzük, hogy mi a helyzet nála. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni.
Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Szia, sziasztok! Henny, hello Henny! Hello, sziasztok! Ceglédről, Henny? Tápió Szentmártonból. Micsoda hely. Na jó. Igen. Legyél ügyes, jó? Mutatjuk, okay, kicsit. Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Hát hóba mennek, ha jól hallom. Inkább esznek valamit, de... Lehet, hogy a hóba is mennek. Mutatjuk, mit érnek elnek, figyelj! Nekem így élt már a véletlen. Igen? Első emelet. Minden idők egyik legfontosabb magyar popzene. Olvastam valahol rólunk. Henny, van egy ajándékcsomagod. Nagyon örülök neki, köszi. Nagyon szép és nagyon gyors megfejtés volt, ez nem is kellett hosszabbat mutatni. Hát igen, mert sokat hallgatlak titeket, és ez sűrűn játszok ezt a dal, persze. Van már benne, igen. Benne maradt a bögre, meg egy csomó minden más. Jó, tök szupi, nagyon örülök, köszi. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Hát én jelenleg most Ceglinen dolgozom egy gyárban, CNC-gépen dolgozom. CNC-esztergályos vagy? Új, de jó. Hát ez csak egy betanított munka végül is. Hát de akkor is. Na. Igen, igen. Na, mivel ilyen szép szakmád van, még plusz ajándékot is adunk neked, tessék. Jaj, köszönöm. Bizonyán, van plusz ajándékot. Hallgass meg a reklámban. Igen, megmutatjuk. Jó? Henny, köszi a játékot, jó munkát neked. Köszi szépen, sziasztok. Szia. Ügyes szia. Voltál, hello, hello. Ciao. Kíváncsi lennék, hogy valaki felismerni a Dadogos Break című első emelet számot. Szerintem igen. Első albumukról. Igen. Az is egy nagy-nagy klasszikus. Na, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, ugye Mihály Schumacherről kedvező híreket kapunk, amit most már ugye megszokhatunk, hogy mindig van valamilyen hír vele kapcsolatban, aztán ezt vagy a család hozzátartozói, vagy a család, vagy pedig a menedzser mindig cáfol, de most a menedzser is megerősítette, hogy biztató jelek vannak Mihály Schumacherrel kapcsolatban. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívunk egy neurológus főorvost, aki elmondja, hogy ilyenkor mi történik, milyen jelek vannak, mennyi a felépülés, mire lehet számítani, egyáltalán hogy kell egy ilyet elképzelni. Ugye úgy volt, hogy hazaszállítják a felesége több milliárdért, azt értem egyébként, több milliárdért vett gépeket, de most mégse viszik haza, mert hogy kedvező jelek vannak. Ezt meg itt más állította egyébként, hogy azért építik át a Schumacher villát, de aztán kiderült, hogy nem, hanem Rolf miatt, Schumacher édesapja miatt. Igen, na mindegy, úgyhogy kedvező jelek vannak Mihály Schumacherrel kapcsolatban, mi pedig beszélünk egy szakértővel, hogy mire lehet ilyenkor számítani, mennyi ideig tart a felépülés, úgyhogy ezzel folytatjuk a hírek után, 5 perc múlva, pontosan 8 óra, 8 óra múlva, pontosan 10 perccel, hello mindenkinek! Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, itt vagyunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztó! Bonus az a reggel, nem tudom, mi van olyan. Nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz, vagy mi ez? Ez az idő, megőrülök ettől akkor. Ha esik, esse, ha sűn, de ez a félig ilyen, ez a fél sötét, fél szürke valami, ez itt... Trutyesz. Ilyen ködereszkedett az agyamra. Trutyesz, ez a trutyesz. Trutyesz, de el fog múlni a trutyesz egyébként. Én mondjuk nem bántam volna, ugye a hangomból hallatszik, nem bántam volna, hogyha tegnap esik náluk egy kis idő, aztán így eltűnteti a pollent a levegőből, de nem sikerült neki. Én értem, hogy szeretsz teregetni minden, de vedd már ezt a rólcsipeszt az orrodról, tényleg. Hát én értem, hogy ez zoklicsipesz, ide teregetsz, oda teregetsz, tényleg miért kell csipesszel bejönni az orrodon, legalább vedd le, azt mondja, hogy 10-kor visszarakod. Hát, így nem megy be a pollen, tudod? Így nem lesz nazális az orrod, hogy rajta van a csipesz. Ja, ez a védő csipesz. Preventív csipeszt hordasz, hogy ne menjen bele semmi az orrocskádba. Aha. A neje már megmondta, hogy mindenben beleütöm az orrapsát. És hát ez lett az eredmény. Igen. Alig várom már, hogy eljussok valami gyógyszertár környékre, aztán vegyek korcseppet meg. Valaki biztos bedob neked egyet. Persze, vagy nem kell venni, valaki erre jár, és van nála, kiszaladok. Kösz szépen, hallod, javárj meg törlök. Miért nem próbálod meg az én kedvemére homeopátiát, tényleg? Elküldelek egy olyan homeopátiás dokihoz. Nem szeretek a Nem, most ezt tök komolyan mondom. Nem is kell, hogy higgyél benne, csak hallgass rám, és
egy hónap alatt kikezellek. Nem én, csak elküldelek egy olyan dokihoz. Nem kell szintetikus orrcseppet használnod. Nem kell semmiféle olyan immunrendszert lassító dolgokat szedned, amit ugye erre felírnak és vény nélkül kapható, ami kicsit lelassítja az immunrendszeredet, de tehát mi történik? Blokkolja az immunrendszert, ezáltal nincs az immunrendszer által adott heves reakció sem. Ugye ezek a allergiára szedett kis dolgok azért rosszak, mert ugye az immunrendszernek a működését folytják le, és te azt hiszed, hogy meggyógyultál, mert nem tűzszök. Ezek csak tüneti kezelések ezek. Tehát, igen, lelassítja az immunrendszeredet. Vannak nagyon-nagyon jó homeopátiás szerek. Nem kell orrcsepp, nem teszi tönkre a nyálkahártyádat. Figyelj, a rengeteg orrcsepp is megviseli a nyálkahártyát. Fölírnak neked 2-3 bogyót, napi 2-3-at, megnézik, hogy mire vagy allergiás, és egy hónapon belül tünetmentes tudsz lenni. Nem, tudod, hogy nem mondok rosszat. Jó, próbáld ki. Jó, de ő fülbe használja az orrcseppet. Komolyan mondom. Figyelj, de ha hozzászoksz az orrcsepphez, akkor már egy állandó duzzanat lesz. Egy idő után aztán már használtad ezeket a szteroidos orrcseppeket, tehát nem jó, ja, nem. Az orrcsepphez is rá, hozzá lehet szokni. Persze, hát én abszolút függő vagyok. Függő, ugye? Ne csináld, tönkre teszi a nyálkártyádat, ráadásul egy idő után már nem fog tudni segíteni. Hozzá tud szokni, brutális érzéseket tud egy idő után okozni. De homeopátia, higgy nekem, én nem mondok rosszat. Majd én megijesztem, és baj lesz a merevedésedben. Na látod, Faldig, az micsoda. Viccelsz. Ne hagyjad, azt fújhatod akármivel. Egy kasztrálás se tudna abba baj tenni, ne viccelj. Hogyha fele ilyen lesz még most, akkor... Még akkor is jó. Figyelj, doktor úr. Na, bocsánat, csak egy mondat, Benivel egy éve álltunk át lassan. De nem, hogy antibiotikumot nem szed azóta, effektív semmiféle szintetikusat, a fülgyulladását lehúzza. Tehát, hogy én nem azért mondom, mert valamiben hiszek, hanem azért mondom, mert látom, hogy működik. Tehát a hit az itt kevés, látni kell. A gyerek azóta nem szed antibiotikumot, nincsen középfülgyulladása. Ha valami kezd berobbanni, már tudjuk, hogy melyik bogyóból mennyi. Hidd el, hogy működik. Sokan szkeptikusak, tudom, mi egy olyan dokihoz járunk, aki egyébként orvos és közben megtanulta a homeopátiát, a gyerek nem látott antibiotikumot egy éve. Csak homeopátia, mindent a kellő pillanatban kell elkapni, és ha tudod, hogy melyik bogyó mire, vagy megtanulod, ugye, de nem kell neked megtanulni, csak egy idő után már tudod, hogy középfülgyulladás, ilyen váladék, olyan váladék jön az órából a gyereknek, tudod, hogy hány, mennyiből mit, semmi nincs. Most egy éve nem szed antibiotikumot, hát azért akkor csak kell, hogy legyen benne valami. Na? A gyerekben nem működik ez még. Tudom, hogy anyám homeopátiát ad, akkor majd én meggyógyulok, mert neked még működhet ez a placebo hatás, hogy elhiszed a tudatoddal, és akkor mit a meggyógyulsz. Egy 4 éves gyerek, azt odaadod neked, beveszi, az még ezzel olyan nagyon sokat nem foglalkozik. Édesanyám is szintén homeopátiás dokihoz jár, nincsenek allergiás tünetei, és nem kell semmiféle gyógyszer, meg semmi. Na, két kérdésem van ezzel. Egyrészt ez a homeopátia az micsoda? Tehát, mert hogy így nekem az távol van, hogy az hogy működik, hogy az nem gyógyszer, amit te kapsz, ezek a kis bogyók, hanem mi? Figyelj, ez nagyon bonyolult, ezt elkezdem neked mondani. Nem lehet röviden? Akkor hagyjuk a francba. Igen. A másik, hogy te mi? Felé maradjál az ecetes szalonnál. Én nekem értem, az jó, neked, de most érdeklődő. Ha egyszer az életemben nem szkeptikusként megyek neki a Balázsnak, akkor most leállítasz, ne csináld, végre érdekel, amit mond. Már nem úgy, egyébként is. Tök ugyanúgy kérdezed, mint mindig máskor. Nem vettem észre, hogy hát vagy. Hogy miért olyan pici a bogyó? Tehát, hogy miért csinálják azt olyan kicsire? Arra nincs valami? Nem tudom, mert tulajdonképpen ez egy információrendszer, amit te beviszel a szervezetedre, és tulajdonképpen az egészséges emberben a betegséghez hasonló tünetek jelennek meg, és beindítja a szervezet öngyógyító folyamatait. Aha. Tulajdonképpen így tudnám ezt ilyen nagyon egyszerűen mondani, hát ennél azért ez egy nyilván sokkal bonyolultabb, meg sokkal összetettebb dolog. Mindenféle szintetikum nélkül egy bizonyos információt, amit te beviszel ezekben a kis bogyókban, arra a szervezet egyfajta információ kiváltásával reagál, és az információ az elindít egyfajta öngyógyító folyamatot. Ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyszerű és leegyszerűsített magyarázat. Hát nyilván ez, aki homeopata, meg ezt mondjuk évekig tanulta, meg képezte magát, főleg úgy, hogy mondjuk orvosból lett homeopata. Én azokat a homeopátiás dokikat szeretem, akik nem csak megtanulták, hanem van egy orvosi képesítés, de mellette átálltak mondjuk erre, mert tudják, hogy ez a dolog működik. Hogy alkalmazzák ezt is, mint például a Beninek az orrfülgégésze, akihez elmentünk, és azt mondta, hogy higgyem el, hogy soha többet. És mondom, doktornő, nem mondja már, nagyon sokat kellett, a Beni nagyon füles volt. És 1 éves semmi. Semmi baja. Igen, vannak kezdődő dolgok, amik elindulnak, azt meg tudjuk fogni, és semmi. Tulajdonképpen ez a homeopátia, és akkor ezek a kis golyók, ezek bizonyos higításban tartalmaznak bizonyos dolgokat, vannak információt vívő anyagok,
víz, alkohol vagy a cukor, többnyire ezek azok, amik viszik ezeket a kis vívőanyagokat, vagy ez maga a vívőanyag, és ezt az információt ezáltal viszed be a testedbe. Azt tudtam, hogy az alkohol az vívőanyag, ez nekem nem új, ezzel nem lettél meg. Menj már el, és ha kikezel, akkor zászlóra tűzünk, és te leszel az új homeopata. Jó. De most egy próbát nem megér. Nincs egyértelmű bizonyíték, hogy ez működik. Hát ez egy hatalmas küzdelem, ugye a hagyományos orvoslás, meg a homeopata orvoslás között nincsenek klinikai tanulmányok, meg nincs teljesen egyértelmű bizonyíték. Ugye ezek a homeopátiás kisbogyók már nagyon kis százalékban tartalmazzák, mert sokszoros higítással állítják őket elő, ami tulajdonképpen egyfajta érdekes ellenpont azoknak, aki azt mondja, hogy ebben már olyan kis százalékban van valami, hogy igazából nem kéne, hogy gyógyítson, de valahogy mégis működik. Mindenkinek megvan a saját alkatiszere, a Benni például nagyon szorongott éjszaka, meg nagyon sokat felkelt, meg kijött sokszor a szobájába, átjött hozzánk. Csak egy hosszú beszélgetés alapján ezt a homeopata fölméri, hogy ő milyen típus, odaadja a gyereknek az alkatiszerét, és ez konkrétan 2 héten belül megszűnt. Hát illetve szólt elszűnt neked is, hogy éjfél körül ne menj át az és amióta levették a szobája faláról a texasi láncfőzés gyilkosság eredeti mozis plakátját, azóta sokkal jobban alszik a gyerek. Szóval fontos, hogy nyilván helyes szereket kapjon, meg fontos, én nagyon hiszek benne, nagyon hiszek a biorezonanciában, nagyon hiszek a homeopátiában, hanem a biorezonancia is egy olyan dolog. Tehát ha például elmenni a biorezonanciára jóhoz, aki mondjuk orvosból tanulta meg, nem, mert sok a szakbarbár is, egyébként ő pontosan meg tudná mondani mindenféle vérvétel nélkül, hogy milyen allergiád van, és a biorezonanciával is tudnánk ezt kezelni 10 alkalom hát, után. Ha most hallgattam a műsort, már meg tudná, amúgy is mondom, én is tudom sajnos, hogy mik azok, amikre bedúralok. Érdekes dolog ez a biorezonancia is egyébként, szóval ez is egy fantasztikus dolog, nem is kell nagyon hinned bennem. Oda mész és nem mondasz semmit a dokinak, de az ég egyet a világon semmit. Azt se kell megmondanod, hogy miért jöttél. Csak azt mondta, hogy neked vannak bizonyos panaszok, hogy semmit nem kérdez, leül egy óra alatt, fölmér téged, egészen pontosan meg fogja mondani a hajlamaidat, a betegségeidet, a hozott dolgaidat. Na most azért, ha az nem működne, például azt miből? Ja. Nem? Ugye a biorezonancia magában az egy érdekes dolog, ő azt mondja, hogy minden anyagnak van egy rezgése. Tehát, hogyha te beviszel méreganyagokat, akkor azok ugyanúgy rezegnek a szervezetedben. A biorezonancia meg nem csinál más, mint hogy ellentétes rezgéssel visszajuttatja ugyanazt a szervezetedbe, megadja a rezgésnek, tehát megadja, mondjuk van neked, mit tudom én, higany, vagy mit tudom én, van neked a vízbe sok, mit tudom én, mérget iszol, meg nitrit, nitrát, valami maradékot kitalálnak, az rezeg a szervezetedbe egy bizonyos rezgésszámból. És annak a rezgését fordított amplitúdóval visszaküldi a szervezetedbe, hiszen minden anyagnak van. És a két rezgés az tulajdonképpen kioltja egymást, és így működik alapjávéve, de ez megint nagyon leegyszerűsítettem, így működik a biorezonancia. Tehát például menj el arra. Nagyon nagy dolgok ezek, és semmiféle mondom. Államok kötnek rád, na? Nem hangzik rosszul. Egy csak órát tessék megfelelően. egy órát kell rászállod. Figyelj, nekem olyanokat mesélt a doki, 4-5 éves gyerekeket, 6 éves gyerekeket, 8 éves gyerekeket, miből gyógyítanak ki, hogy az valami elképesztő, hogy 10-12 kezelés alatt milyen csodákat lehet. És hogy nem terheli a szervezetedet mindenféle vacakkal. Ugye? Tehát az is fontos. Nem, benne, semmi, hogy nem fogsz két ilyen csövet, ráteszed a lábadra, és ad egyfajta, megnézik, hogy mik halmozottak föl a szervezetedben, és azt aztán szépen elkezdi kioltani. Nyilván az, hogy te allergiás vagy, és az is egyfajta méreganyagnak a felhalmozódása, egyfajta ellenreakció a te immunrendszeredben, valamire túlreagál az immunrendszered, hát azt kéne megtalálni, hogy nyilván mire. Úgyhogy szerintem érdekes. Én elküldelek jóhoz. Na? Ha gondolod. Jó, elmehetek. Fizeti is. Kipróbálatom. Vagy azt nem mondtad? Vendégem vagy egy... Vendégem vagy egy... Erre nem jó a tévé. Mi a francia fizetem? Na jó, ennyi terül. Nem csak nem akarom, én mindenféle szteroidos cuccokat nyomsz magadba, meg orrcseppet. De nem nyomok. Már mindjárt kapsz orrcseppet. De szteroidosat én egyáltalán nem nyomok. Ezek csak ilyen hagyományos kis extra, még mit tudom, öblögetek ilyen sós vízzel, sós tengervízzel, stb. Azt is mondják, hogy jó, meg van egy nagyon jó orrkrém is, amit használok. Tehát, hogy igen, ez az egyetlen problémám, de ez akut, ez tény. Tüneti kezelés, nekem azzal az a bajom. Na, de én nem vagyok orvos, csak van tapasztalat inkább. Megéri, okay. Te rohadtul a hangod. Meg, igen, szeretném. Hallod, de most már tényleg elküldelének, de érted? Szeretném. Tudod, az egészség a fő, meg már tényleg. Virtuális csípeszt leszedni az orrodról, meg megőrülök tőle. Jaj, mi az? Mi az? Kendrál végére. Alollan krém.
Na, Mihály Schumacherrel kapcsolatban ugye mondtuk, hogy hívunk egy szakértőt, mert a dolog mindenféleképpen érdekes. Ugye lehetett hallani híreket vele kapcsolatban, hogy hazaviszik, mindig kitalál valamit a német sajtó, aztán azt a menedzser cáfolja, és ugye a család is cáfolja, de most állítólag vannak biztató jelek. Na most nyilván a hazai orvosok, ugye mivel nem ők kezelik és nincsenek ott, nem tudnak konkrétumokat mondani, mi sem erről akarjuk majd faggatni a neurológus főorvosunkat, hanem ilyenkor tulajdonképpen mi történik. Ugye szerintem ez érdekel mindenkit, hogy van-e visszaút, ha igen, akkor az mennyi időbe telik, mit jelent az, hogy valaki reagál valamire, ezek biztató jelek, vagy egész egyszerűen ez egy természetes útja a dolognak, de ettől azért lehet még nehéz a felépülés, ami nyilván az lesz. Számos kérdés van, és hát szerintem mindenki drukkol neki nyilván. Így van, nagyon-nagyon szurkolunk érte, mindenki szerintem a világon minden sport szerető ember, meg hát nyilvánvalóan a rokonaik miatt is, hogy legyenek kétségekben, de hogy ennyi idő után az ember azért már tényleg elbizonytalanodik, hogy most itt vannak tényleg valós reakciók, vagy pedig csak nagyon szeretnének látni valamit. És hát nagyon kevés jó példa van a világban, azt ne feledjük el, ugye, aki ilyen esemény után fölébredt. És amikor ugye beszéltünk erről pár hónappal ezelőtt, akkor egy szakember elmondta, hogy bizony az idő múlásával egyre kisebb az esély. Nem pedig ellenkezőleg. Állítólag 55 kiló. Én ezt olvastam. És úgy persze mozgatják folyamatosan, és igyekeznek egy kicsit ugye megelőzni egyrészt a felfekvéseket, másrészt pedig, hogy valamilyen szinten ugye mozgásra nem tudják rábírni az izomzatát, tehát hogy ez így sajnos ez erre alkalmatlan, hogyha ha fel is épül, reméljük, hogy így lesz, akkor egy nagyon hosszú rehabilitációs folyamat vár rá. Igen. Na, megpróbáljuk hívni dr. Óvári Csabát, neurológus főorvost. Mi küzdesz, Anna? Mi a baj? Mond. Na mond, csak mikrofonba, mert úgy halljuk. Az én telefonomról foglalt, innen erről a számról is foglalt. Igen? Biztos. Mindenhonnan foglalt, csak, és ha meg mobilon hívjuk, nem foglal? Van ilyen szolgáltatás, sajnos, hogy le lehet tiltani. Micsoda, hogy? Van ilyen szolgáltatás, reméljük, hogy nem az, hogy le van tiltva a doktor úrnál ez a szolgáltatás. De most beszélt vele a Viki. Igen, de mobilról hívta, de mobilról. Hát és a vonalas benne. Meg le van tiltva? Vonalas foglalt nekem. Most nem tudom, hogy most a Viki hogy hívta. Akkor, hogy a Vájár, milyen ez a technika, te? Hallottál már ilyet, János? Hát 2014 van érkezik. Egyszer egy játékossal volt ez egy blokkos játékunknál, emlékszem. Hogy mi történik, hogy én be tudom állítani a telefonomon, hogy le tudom tiltani a vonalas nem bejövőt? A vonalasat, hanem ami nem ír számot. Tehát tudod, amikor téged számnélkül hívnak, az rejtett, vagy blokkolt, hogy iPhone-od van, vagy Androidod, hogy mit ír ki nekünk, ugye azt hiszem az, hogy rejtett. Blokkolt. Vagy rejtett. Doktor úr, mi vagyunk azok? Hát blokkolja ki a blokkolt. Tudja, megbeszéltük előre. Hát kérdezz meg a Sült, hogy mobilt tudunk-e pultra tenni? Nem, mert hogyha ő foglalt az őt. Nem őt úgy, ha én a mobilra felhívom, és pultra teszem. Azon a kis dugó hív fel előbb, és utána dugd rá a pultra. Telefon. Igen, tehát, hogy nem, előbb úgy, hív. Na, mobil hangot varázsolok pultra. Úgy, gyere, Zsül! Úgy. Gyerekek, 21. század. Ennyi. Mi, ha el akarunk érni valakit, ezt elérjük. Sehol. Bárhogy le vagyunk, de egyébként a doktor úr tudja, hogy hívjuk. Nyilván beszélt vele többször a Viki. De mi most őt pultra tesszük. Van vonalas számunk. Anna, gyere! Már olyanok, hogy az FBI. Ha valakit meg akarunk találni, mi megtaláljuk, gyerekek. Az egészen biztos. De mi most a pultra teszünk. De mi, légy szíves. Hát tudod, milyen ügyes a feleséged? Sörög? De sörög? Hát tudod, milyen ügyes a feleséged? Beszélsz vele? Keri vágja. Engem is így kerít elő. Itt is vasárnap hajnalban. De ennek nem mindig örülsz. Engem nem mindig talál meg. Itt a doktor úr? Hú, nem volt egyszerű. Doktor úr! Jó reggelt kívánok, Óvári Csaba vagyok. Óvári Csaba, jó reggelt kívánunk, neurológus főorvos. Nem volt könnyű előkeríteni igazából téged. Igen, sajnálom, nem tudom, mi lehetett a probléma, de végül sikerült. Sikerült, igen. Na, láttalak nyilatkozni a hétvégén, pontosan ezért szerettünk volna veled beszélni, mert nagyon-nagyon flott volt, amit én láttam veled kapcsolatban. Igen. Hogy kezdjük az elején tulajdonképpen. Nyilván én ezt hangsúlyoztam már a beszélgetés, vagy a téma felvezetésén, hogy nem vagytok ott, nincs pontos rálátásotok, tehát egy orvosnak mindig nehéz ilyenkor mit mondani. Mégis az, hogy mondjuk biztató jelek, vagy hogy kinyitja a szemét, vagy hogy reagál, ez mit jelenthet? Igen, hát hadd mondjak egy nagyon, nagyon rövid bevezetőt ezzel kapcsolatban. Ugye ennek személyiségjogi és betegjogi okai vannak, hogy egy nagyon szűk szeletére engednek bennünket rálátni Mihály Schumacher állapotával kapcsolatban. Most ez a szűk szelet, az csak arra elegendő,
hogy bizonyos valószínűségekről, a betegség lehetséges lefolyásáról mondjunk valamit, semmi kategorikusat és semmi biztosat nem lehet ebből megállapítani. Aki ilyet tesz, az vagy nem szakszerűen jár el, vagy etikátlan, mert mondjuk olyan információ jutott a birtokában, amit nem szerettek volna, hogyha a kórházból kiszivárog. Na most a kérdésedre visszatérve, az eredeti kérdésedre, az, hogy az ébrenlét bizonyos jeleit mutatja, ez egy neurológus számára egy olyan felemás jó jel. Nyilván előrelépés, annak ellenére, hogy ez egy hetek óta tartó, azt jól tudom, akkor a 14. vagy a 15. hetében járunk a sérülést követően. Tehát ez egy hetek óta tartó, nagyon lassú felépülés, de ez a fajta ébrenlétnek nevezett állapot, vagy ébrenléthez hasonlító állapot, ez sajnos lehet egy úgynevezett éber kóma is, ahol a beteg úgy néz ki, mintha éber lenne, de nem reagál a környezetére. Tehát egy olyan hírnek, ami arról szól, hogy reagál a környezetére, vagy felé fordul a hozzászólóknak, vagy bármilyen adekvát reakciót mutat, annak én a magam részéről sokkal jobban örülnék. Nem tudom, hogy egyébként így van-e. Ugye nagyon szugszavűek ezek a híradások, ahogy azt említettem, biztosan okkal. Ebből körülbelül ennyit lehet megállapítani, meg még egy dolgot, hogy ugye itt nagyon lassan zajlik minden, nagyon-nagyon hosszú hét telik el, két ilyen nevezzük most közepesen jó hírnek, tehát két ilyen jó hír között. Ezért én az az érzésem, hogy azt lehet prognosztizálni, hogy nagyon hosszú ideig fog ez a fölépülés tartani, hogyha fölépülés lesz belőle, és egy nagyon-nagyon hosszú rehabilitáció előtt áll még Michael Schumacher, annak reményében, hogy a lehető legjobb állapotban gyógyuljon meg ebből a bajban. Igen, csak ebben az esetben mondjuk ezek erről a biztató jelekről maguk az orvosok beszéltek és nyilatkoztak, tehát nyilván ők is tudnak különbséget tenni az ilyen másodlagos testi reakciók meg az igazán biztató, igazi biztató jelek között. Igen, ezt magam is remélem, számomra nem volt ez egyértelmű, hogy egyértelműen eldönthető, hogy ez esetlegesen egy éber kóma, vagy egy valódi reakciókészség. Nyilván az orvosok még nagyon sok mindenről tudnak, és nyilván ők meg is tudnák mondani egész pontosan ennek a bajnak a prognózisát, de hát ezt nem tehetik, és valójában nekünk sem lenne szerencsés azt megpróbálni, kitalálni, pláne nem, hát nagyon szűk hozzáférésből és nagyon szűk adatokból. Tudom, hogy nem lehet általánosítani ilyen esetben, de hogyha egy nagy átlagot nézünk, és egy ilyen ideig kómában fekvő beteg állapotát nézzük, aki egyszer csak felébredt valami csoda folytán, akkor milyen esélyei vannak, és hány százalékosak ezek az esélyek, hogy újra épp ember lesz? Hát hogy a korábbi Michael Schumacher térjen vissza bármikor is ezen betegség lezajlása után, annak az esélye viszonylag csekély, de valószínűleg nem is biztos, hogy ez a cél. Tehát egy ilyen súlyos agysérült esetében a fölépülésnek vannak bizonyos fokozatai. Tehát azt is fölépülésnek lehet tekinteni, hogyha valaki kontaktust tud tartani a környezetével, ellátja magát, mozog, jó mozgáskészsége van, és persze azt is lehet remélni, hogy valaki teljesen a betegségét megelőző állapotig gyógyuljon vissza. Ez utóbbinak nem lehet kizárni az eshetőségét, az ugyan pont olyan kategorikus vélemény lenne, mint amit a bevezetőben is mondtam, és ami kerülendő, de azért ennek az esélye azt gondolom, hogy nagyon csekély. Valahol a kettő között, tehát valamilyen maradványállapottal, valamilyen maradandó sérüléssel, de meg lehet talán gyógyulni még ebből a bajból. Az esetleges agyi károsodás mértékére most lehet következtetni ilyen helyzetben? Azt lehet gondolni, hogy a betegség elhúzódásából fakadóan bizonyos mértékig igen. Azt lehet gondolni, hogy ez valószínűleg kiterjedtebb annál, mint amit az elején reméltünk. De ugye az agyi károsodás az nem csak kiterjedés, hanem lokalizáció függő is. Tehát ugye nagyon nem mindegy, hogy mely területek sérülnek milyen kiterjedésben. Egy néhány milliméter átmérőjű károsodás rossz pozícióban okozhat egy féloldali bénulást. Most csak nagyon szélsőséges példaként említem, miközben máskor pedig több centiméternyi elpusztult agyállománynak is relatíve kevés tünete van. Tehát itt azért nagyon sok minden befolyásolja ennek a bajnak a kimenetelét. Ezeket az információkat nem tudjuk, és talán nem is baj, hogy ezt nem kötik a nagy közönség orrára. Mert én egyébként így civilként, vagy úgy olyan emberként, aki vagyok empatikus, és próbálja magát beleélni a hozzátartozóknak a helyzetébe, én ettől tartanék a legjobban, hogy szellemileg nem lesz épp. Aha.
Valószínűleg az orvosai tudják ezt, hogy gondolkodásban, emlékezetben, személyiségben lezajlódhat-e valamilyen változás, de hát ezt nem fogják az orrunkra kötni. Lehet, hogy ezt bizonyos mértékig soha nem fogjuk megtudni. Ez könnyen elképzelhető, hogy a betegségét, most reméljük, hogy ebből meg fog gyógyulni valamilyen mértékig. Könnyen lehet, hogy a betegségét követően ő nem lesz többet közszereplő, és a külvilágtól elzártan fog élni, és akkor ezt mi nem fogjuk megtudni. Nem, ezt tényleg csak becsülni, vagy hasraütéssel lehetne erre véleményt mondani, ami talán nem volna szerencsés. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha van bármiféle jel, akkor vagy bármiféle esély a felépülése, akkor nyilván a nulláról kell elkezdeni mindent, nem? Az ő esetében. Igen, ez körülbelül leírja a helyzetet. Ugye arra pontosan így van, tehát ugye az orvosoknak most arra kell koncentrálniuk, hogy van-e valamekkora esélye az ő majdnem teljes fölépülésének, és ez kell, hogy vezényelje őket, vagy vezérelje őket a teljes kezelés során. Teljesen igazad van ebben. Annak esélye sincs, hogy Schumacher egy hét múlva kinyitja a szemét, és azt mondja, hogy uraim, hölgyeim, itt vagyok, visszajöttem, semmi gáz nincs. Ilyen nincs, ugye? Ez nem létező. Nem, ilyen nincsen, és hogyha tévednék, akkor én lennék a legboldogabb, de attól tartok, hogy ebben most nem fogok tévedni. Azt tudom, hogy erről beszéltünk a beszélgetés elején, csak ugye mindenkiben ezt tartja a lelket, hogy a fájdalomra reagál. Tehát például a szorításra, ez egy tudatos reakció lehet, vagy nyilván ennek vannak különböző agyi folyamatai, és ez abszolút nem jelent még semmi biztatót? A fájdalomra való reakció az egy jó jel. Tehát ez biztatónak is elkönyvelhető. Ez már a reaktivitás, még hogyha annak a legelemibb és legösztönösebb változata is, de az egy egyértelmű reaktivitás, és ennek mindenképpen örülni lehet. Azok, akik mondjuk visszajöttek ilyen komoly kómából, nyilván a doktor úr is találkozott, vagy olvasott arról hasonlót, hogy mit mondanak például a külvilágról, az emlékekről, a hozzátartozókról, az elmondott szavakról, mondatokról, a szeretet kinyilvánításáról. Van bármiféle emlék, vagy bármiféle olyan dolog, ami bennük megmarad? Igen, ritkán van, ennek nagy irodalma is van, és erről talán lehet is hallani. Vagy könyvek is jelentek meg ezzel kapcsolatban, és vannak is erre vonatkozó ellátási szabályok, ugye azon betegek, akikről azt gondoljuk, hogy nem reaktívak, ezen betegek egy töredékében mégis van valamilyen mértékű feldolgozása a külvilág élményeinek, amit akár el is raktározhatnak, és például emlékezhetnek arra, hogy miközben őket kómásnak hitték, mi hangzott el a fejük fölött, mit mondtak, stb. Tehát ennek nagyon, nagyon szigorú bioetikai előírásai vannak, hogy egy ilyen beteget nem lehet, még akkor sem, ha kómásnak gondoljuk, nem lehet az ágya mellett minősíteni, nem lehet a betegség prognózisára nézve rossz híreket taglalni, és a többi. Mert előfordul, ugyan nagyon ritkán, de előfordul, hogy ez eljut a beteghez. Hogy ezt hallja, és később emlékszik. Igen, pontosan így van. Azért ez döbbenet, nem? Nem tudom, hogy erre van bármiféle racionális magyarázat, hogy ezt honnan, vagy egyfajta spirituális magyarázat hát inkább, valószínűleg, honnan lehet ezt megközelíteni, de ez nagyon érdekes. Valószínűleg ugye ez egy nagyon ingadozó tudati éberség ezen a állapotban, aminek lehetnek olyan jobb periódusai, amikor a percepció, tehát a külvilág ingereinek a feldolgozása az működik, máskor meg nem működik, és akkor ezen rövid időpontokban elmondott rossz megjegyzések azok nem feltétlenül szerencsések. Meg hát ugye az egész orvoslása ennek a problémának az egyfajta nagy-nagy optimizmussal történik. Tehát az ilyen betegeknek hát egy kis hányada gyógyul meg csak maradványtünet nélkül, nagyon sok a maradványállapot, és sajnos sokan vannak, akik egyáltalán nem gyógyulnak meg, vagy valamilyen szövődményben elhunynak a későbbiekben. De hát ezt nem lehet másképpen kezelni, mint hogy a lehető legjobb kimenetelt, mint egyfajta fényt az alagút végén célba venni, és afelé haladni, hát ha sikerül. Van bármiféle irodalma annak, aki mondjuk a leghosszabb idő után tért magához, és viszonylag... Vannak nagyon hosszú időtartamok, a leghosszabbat nem tudom önnek megmondani, de ilyen egy-két éves példák azok előfordulnak. Hogy magukhoz tértek, és föl is értettek? Igen, hogy egy év múlva, két év múlva tértek magukhoz, igen. Ilyen hazai gyakorlatban is előfordult. És testileg, fizikailag hogy tudják karban tartani azok, hogy mondjuk forgatják, mozgatják, esetleg szellőztetik, hogy nyilván elkerüljék a felfekvésüket? Vannak nagyon speciális eszközök, amik erre találtak ki. Vannak olyan ágyak, amelyek megelőzik azt, hogy vagy nagyon csökkentik annak a valószínűségét, hogy felfekvések alakuljanak ki. Sajnos bizonyos szövődmények óhatatlanul is létrejönnek,
tüdőgyulladás, vagy különböző fertőzések, húgyúti fertőzések, ezeket antibiotikummal ma már elég jól lehet kezelni. És van egy nagy probléma még, ez a tápláltság, hiszen hogyha valaki kómában van, akkor azt mesterségesen kell táplálni, és az nem egy egyszerű dolog, mert egyrészt az ilyen betegeknek felgyorsul az anyagcseréje, másrészt pedig hát valahogy be kell juttatni gyakran a keringő vérbe, tehát a vénásan azokat a szükséges tápanyagokat, amelyekkel hát körülbelül megőrzi a testsúlyát, vagy ami körülbelül elegendő az anyagcseréhez és azokhoz a biológiai folyamatokhoz, amik pont a gyógyulást szolgálják. Ez egy komoly tudomány ma már. Hát doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Nagyon-nagyon jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, doktor. Köszönöm szépen. Köszönjük, doktor Omár Csaba, neurológus főorvost hallottuk, köszönjük szépen. Na, hát drukkoljunk, ez marad. Tulajdonképpen érdekes azért ezt így hallani, hogy mennyi a valódi esély. 8:30 múlt, pontosan 6 perccel jönnek a hírek, közben hármasugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 múlt, pontosan 3 perccel, hello mindenkinek. 13-as főút, Komárom után az M1 felé haladókat mérik piros Skoda Fábiából. Ezt Mosós küldte nekünk. Van egy trafink a 47-es úton, két helyen. Szeged felé Kopáncsnál és Algyőnél a körforgalomnál is, ezt Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen. Trafi Tiszaújban a nyék felől érkezőknek korrekt módon senki nem jelzett, milord. M3-as Budapest felé a Káli kiajtónál kamion lerobbant óvatosan, mert baleset veszélyes, és az M7-es 102-es kilométerénél trafi Eres Oktávia, gyerekek. Megy ám, mint a golyó. Nagyon igen? Jó. Eres Oktávia. Nálam volt egy hétvégét, megőrülsz. Az disznó. Igen, persze, komoly. Persze. Csiktuningos. Csiktuning, például ott benne az is. Tuning by Betyár. Az milyen? Én láttam ilyen feliratot autón. Tuning by Betyár. Hova, ha nem oda? Tehát ahhoz képest, hogy ABT tuning az Audi, hol van, érted? Tuning by Betyár. Hát nagyon nagy. Na jó van, itt van egy játékosunk, akivel már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, szervusztok, Gábor vagyok. Szia, Gábor! Gábor. Ciao. Gábor, honnan hívsz minket? Gyöngyösről. Gyöngyösről, mit csinálsz ott? Hát egy cégnél dolgozom, most éppen úton vagyunk a kollégáimmal. Úton vagy a kollégákkal. Úton vagyunk, így van. Na jó, megyünk. Csak mondom, hogy jó hír, hogy már azonnal van egy ajándékcsomagod, mert hogy ezen a héten plusz ajándékok is vannak a hármasugrásban. Nem csináltál hozzá semmit, csak adásba kerültél, már most van egy ajándékcsomagod. Hopszi, hopszá. Hoppá, hoppá. Gyerek van? Super. Van. Mekkora? Hát van kicsi is, nagy is. Na, az jó. Két éves, 8 éves. Te jó. Azt hittem, mit sorozott. 2, 6, 8, 10, 14, 20. És ők csak azok, akik Cséróból beugrottak. Igen. Jó, mert hogy nekik van egy nagyon klassz kis ajándékcsomagunk, jó? Szuper, köszönjük szépen. Meghallgatod a reklámban, szeretni fogod. Milyenek a kérdések, Jani? Egyáltalán nem nehezek, a harmadik az viszont kemény. Az első kettő nem néz, a harmadik az kemény. Megpróbálkozunk vele. Jó, érdemes egyébként megállni, nagyon sokan véreznek, hogy ide nekem a harmadikat, aztán általában elbukják, tehát lehet, hogy érdemes kettőnél megállni, azok is nagyon szépek az ajándékok, aha, jó? Hát remélem a kollégák segítenek. Jó, Gábor, meglátjuk. Mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés, dedikált egéralátét. Ja nem, ez nyakba akasztó, bocsánat. 4 év után se tudom megjegyezni, ne törődj velem. Így változatos. Így van. Mi Norvégia nemzetközi gépkocsi jele? Sima N. Így van. Így vagy. Nagyon jó. Mehetünk tovább? Persze. Egy picit a rádiót halkíts le, légy, mert visszhangosak vagyunk. Jó? Vagy gyere arrébb. Vagy nem mondja vissza a kollega. Most jobb, mehetünk. Persze, hogy ne. Így szól a második kérdés, dedikált egér alá. Melyik hazai pop előadós láger az Őrült éjjel? Hát én itt... Őrült éjjel? Bajba lett. A kollégák is ott néznek. Igen. Aha. Én is bajba lennék, de hát... De attól nincs valami, sorry. Őrült éjjel. Ki lehet? Mondjatok valamit, mert lejár az időm. Mondjatok valamit. Na? Blöfföljetek legalább. Friss. Blöff? Nem tudom. Akkor legyen blöff. Na? Na? Nem tudom. Jaj. Vastag Csaba. Hát ez nem az én műfajom. Hát megértünk. Nem az én műfajom. A miénk se nagyon. Márhogy így a hármunk kérek, de sokan viszont szeretik. Jó, hát...
Milyen lehet egy őrült éjjel vastag Csabában? Nagyon őrült. Nem szeretném kipróbálni. Nem nyitok ebbe az irányba én sem most egyelőre. Nem, tehát részemről általán ez a dolog. Hihetetlenül őrült éjjel. Milyen lehet a Csabával? Jó, hát illetve nem jó, pontosabban az ajándékcsomag, a plusz ajándékcsomag az megvan, Gábor. Viszont... Nagyon szépen köszönjük azért a játékot, a lehetőséget. A gyerek örülni fog valamelyik. Biztos vagyok benne. Köszönjük szépen. Köszi, jó munkát nektek, a én többi ajándék itt van. Neked is, köszi, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ez a Connectorról kimásolt első kis lemez nóta. Atya Isten, te ilyen felkészült vagy. És ehhez mit szólsz? Ja, nem utolsó. Ja. Térdre. Ez az új vastag csapatalan. Térdre imához. Nem olyan, hogy föláll a szőr átadon? Nem olyan? Nem. De legalább őszinte nem. Nem. Jó zene, de nem. Én imádom. Hosszú lesz a tél. Bizony. Nagyon hosszú. Így nagyon hideg. Ezt most idézed a filmből, vagy? Hát akik nézik, azok ja, tudják, hogy ez megint időszak. Lesz néhány olyan szombat reggel, amikor még nem tudom kiírni a szemembe. Hosszú és csípás lesz a tél. Mert négykor fekszem majd. Az amerikaiak már tudják, mi történik Westerosban. Hol? Westeros alsóban. Westeros alsó. Ja, Istenem. Hát jönnek a trollok. Jönnek a sárkányok, jön mindenki. 5 perc, pontosan 9 óra jönnek újra a hírek itt nálunk, ugye? A hírek, és aztán jövünk mi is vissza, pontosan a hírek után. 9 óra múlt 7 perccel itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ezen a kicsit szürkés reggelen, én nem tudom, gyerekek, ezt a fejemben nem tudom hova tenni ezt az időjárást. Legyen hideg, vagy süssön, vagy essen, vagy valami, de ez agyon nyom engem ez az idő. Lehet, hogy átaludtuk a nyarat, és ez már az ősz. Hát, tényleg nem le, vagy még mindannyian álmodunk? Vagy ebben a pillanatban teremtett minket valaki az összes emlékünkkel együtt? Ja, ne, már megint. Ne, legalább a felét a nyomorultaknak eltüntethette volna. Mi van, ha most teremtettek bennünket? Ebben a pillanatban, és azt gondoljuk, hogy mennyi emlékünk van közben ebben a pillanatban, vagy most? Várja, belenézek a gatyámba, csak ekkora. Szóval nem tudom, hogy országosan mi a helyzet az időjárás kapcsán. Állítólag holnap 22 fok, aztán 12, tehát valami ingadozás van, de én minden esetre ezt a nyomott időt nem tudom hova tenni. Ma jön a napocska. Minden esetre vannak közlekedési híreink, és vannak balesetek, trafik, de leginkább trafi. Gyerekek, trafiznak, nem szórakoznak. Ezek nem viccelnek. Kijönnek, fotóznak. De ezeket nem hagyja meg semmi. Ott vannak, fotóznak, nem, ők nem szórakoznak. Könnyűen profi. Abszolút. A 8-ason, a 97-es és a 98-as kilométer között történt egy baleset, kamion az árokban, félpályán engedik a forgalmat, Lilla küldte ezt nekünk. Budaörsi úton elszaporodtak az egészségre káros kék pollenek, árfolyam kockázattal dolgoznak, küldi nekünk a közlekedési hírek nagymestere István, védekezzünk. Felkiáltással egyébként. Trafi a 4-es főút, Püspökladány és... Kába vagy Kaba közötti fehér tranzit, hát ékezet nélkül ugye egy picit nehéz nekem, Benni üzente, trafi a 47-es Derecskénél is, Debrecen felé, méghozzá üzeni Alex, a 13-as főúton Komárom után az M1 felé haladókat szintén mérik, piros Skoda Fábiából Mosós küldte nekünk, és a budai, valamint a pesti alsórakpart a szokásos lassú tempóban araszol, ezt Kriszta küldte el nekünk az SMS számunkra. Köszönjük szépen! Ezek a legfrissebbek. Már el is döntöttem egyébként, hogy 10 után. 10 után helyre is fogom rántani a hangulatomat egy kis mákos kubatortával. Valami kis vércukor emelés? Éreztem, hogy ez lesz. Ha már, igen? Ne felejtsétek el. Ne felejtsétek el. Igen? Inkább te ne felejtsd el. Ha majd sötét lesz, hogy az éj sötét, és tele iszonyattal. Ez is a filmből van. Honnan van? Jusson eszedbe. De zenét alá. Jusson eszedbe. Nem lehet így félni. Így van. Ugye? Erre kell a Ferinek gondolni. Pontosan. Ez és színeset a fehérrel sosem mossatok. Ezt is mondja. Az tényleg hasznos. És tele iszonyattal. Ezt ne felejtsd. Jó. Ezt ne felejtsd. Már csak mondom, Fehérváron süt a nap. Tessék. Látod? Hogy csak itt van. Csak, itt, ahol mi vagyunk, csak lehet, hogy csak fölötted áll az a rohadt felhő. Viszont követ egy ilyen felhő. Ott nincsen olyan mákos gubatorta, amit én fogok majd 10. Lehet, hogy tudod? Követ egy ilyen felhő, amit az agyamban megteremtettem, és jön utánam, és mindenhol sütanam, csak az én agyamban van szürkeség? Ez az is lehet? Az a baj ezzel, hogy ez nekünk is, tudod? Hogy ez most fölöttünk is van. Aha, igen, ez most mindig kollektív. Mindig van fölötted egy saját privát eső felhő, ami így megy utánad, mindenki más fölött napsütés, fölötted meg ott esik. Van egyébként ilyen, amikor az ember úgy gondolja, hogy így minden összejön. Igen.
Az éjsötét. Na jó, beléd folytottam a szót, mit akartál mondani? Két dolgot akartam, egyrészt a pénteki receptre jött a reflektálás, hogy a kólás csirke zseniálisan finom lett, köszönjük szépen, aki megcsinálta. Én nem tudtam megcsinálni végül, képzeld. Hát pedig a fiú buliba az kellett volna. Igen, nem volt. Nem így ment be a boltba, egy keresztet formálva az ujjaival. Kettő dolog hiányzott, a kóla meg a csirkemell. Egyébként minden megvolt. Mindenre nagyon felkészültünk, se kóla, se csirkemell. Az egész sütögetésből nem lett semmi. Nem baj, fiúbuli jó sikerült ez a lényeg. Ez jó volt, átjöttek a fiúk, de mire oda kerültünk, hogy süssünk, addigra már nem akartunk sütni. Majd legközelebb, majd tedd el szépen a receptet. Kóla, még keverni, sose szoktuk. VBK, nagy mika. Pedig mondtam nekik, hogy nagy receptet hallottam, gyerekek, nagy receptet, és hogy mindenki kicsit úgy ráindult erre, de mondom, mire oda kerültünk volna, hogy süssünk, addigra ja, már addig nem akartunk. Addigra már mindenki rendelt valamit, úgyhogy nem volt sütés. Ez a kólás recept izgat. Mondott a Feri, a csajok! Ja. Nem, ez a szokásos pizzarendelés volt, stb. Süssünk? Tudsz-e? Na, jó, mondom a számot. 0-23. De mondom, gyerekek, hát receptem van, jó, adjál már, az jó songukú, érted? Azt nem lehet lenyomni. De jó pizza ez volt. Egyik. Megvártátok, amíg kienged? Ugye, pizza házhoz rendelésben nincs nagyobb nálam. Irányban. A legnagyobb vagyok. Fejből nyomod a számot. Ez is a homeopátia. Ebben a két dologban verhetetlen. Három dolog. Biorezonancia, homeopátia, pizza házhoz rendelés. Tehát ahogy én pizzát rendelek, úgy senki nem rendel. Fejben olyat teszek neked össze, hogy mind a 10 ujjadat megnyalod. Na, arra lennék egyébként kíváncsi, mert azt még nem hoztál. Hogy csinálod? Annyira italomán vagy, hogy neked pizza nagyon receptet? Jó pizzát kell hát csinálnod. Hát úgy kezdjük, hogy legyen egy kemencéd otthon. Tehát, ugye, ja, igen. Vigy egy jó kemencéd. Mert hogy oda kell a sok száz fok, amit a sütő nem biztos, hogy tud, de akkor hozok azt is, mert az is van. De ez mind kicsinség, gyerekek, ahhoz képest, ami történt a hétvégén a világban, és ti, akik becsukott szemmel, elvakultan néztek egy irányba, és nem veszitek csak észre az élet. Na, a hülye sorozataitokat nézitek, és nem veszitek észre az élet gyönyörű dolgait. Tudod, hogy mi történik Westerosban? Annál én sokkal többet tudok. A hit... Mi lesz a sárkányölővel? Vagy a királyölővel? Ez is kiderül mindjárt. Mert a hit utat tört magának. Megtértél? Csak a Lannisterekről lehet szó. Vasárnap történt veled ez a csoda? A Gyömrői úton? Igen. Vártak egyet, és bemerítettek. Ha ti azt gondoljátok, hogy most viccelek, akkor ti nagyon-nagyon komolyan tévedtek. Hát most már ne csigázz. Magyarország egyik ikonikus figurája. Nem ismertek. Magyarország egyik ikonikus figurája, értettük János, köszönöm. Egyik ikonikus figurája egy olyan szeget vert be, Nem lehet komolyan beszélni. Mondom nektek a figurát, a központi figura. Igen? Hajdú Péter. Azt, ami Magyarország ikonikus figurája. És ki az ikonikus figura? Igen, jó, és akkor most kiről fogunk beszélni? Volt még ott. Ki állt még mellette? Kérlek szépen. Noncsi, a kislánya, és innentől kezdve nem viccelhettek a sztorival. Noncsi. Igen. Péter a saját Facebook oldalán tette közzé a megvilágosodást, és azt, hogy a családban. Ezt én is történt. Keresem egy ideje, akkor elmondhatja, hogy jutott el oda. Egy picit féltékeny vagyok, hogy beelőzött. Látod, tőle nem vártam. Csoda történt a családban, ugye? Aha, komolyan? Igen. Nem, megérkezett nem. A frisbee-nek a nézettsége feloldódott a Nirvánában. Már szabad szemmel nem is láthatok. Micsoda, Hedővébe köpogott egy vacsárnapi ebédre? Aha, tessék, nem Hedővé, az keresztapja. Az mindennapos náluk. A Noncsi keresztapja. Az ott náluk mindennapos. Na várjál, próbáljuk kitalálni. Gyerekek, nem Facebookozom. Akkor a hír, hogy tehát a Facebook oldalán külön posztot szentelt ennek, Noncsival kapcsolatos, és az egész Hajdú családdal. Aha. És azt gondoljátok, hogy vicces a sztori, egyáltalán nem, az nagyon-nagyon komoly esemény történt. Első áldozott a kislány? Nem. Nem, a túlélés maga az, a dimenzió, amit ti még nem tapasztaltatok. Megtalálta a hűtő kulcsát, amit Peti miatt dugtak el? Peti győzött a fánkevő világbajnokságon, és megevett 26 krémes. Ez az! Igen, beleszorult a fején a nutellás üveg. A török bálinti fánkevő versenyt Peti megnyerte, vagy nem, mi történt? Az eltűnés, a megsemmisülés és a feltámadás, az újraéledés. Azt a mindenségét neki, gyerekek, én meg mindenféle sorozatokkal mulatom az időt, míg tőlem néhány kilométerre ilyen nagy dolgok történnek. Igen. Ott Budapest Beverly Hillsében, ahogy Peti fogalmazott, ahol a kéhetett. Noncsi elkezdett... Budapest Beverly Hills, ezt ő mondta. Igen. Noncsi elkezdett siklóernyőzni.
Az apja egyik alsókatyája. tegyél még rá, hát majd mindjárt most... megtudod, és le fogsz döbbenni. Hathaway mesztelenül nudizott a hajdújéknál, és csináltak róla egy légi felvételt? Vagy mi történt? Noncsi meglátta Hathaway csúnyáját? Mi futott? Fölüböltött. És azt hitte, hogy ébenfa. Nézd, apa, nézd! Apa, ébenfát ültetetek a kertbe, nem csak Hathaway bácsi napozik. Hanyat. Tavaly évben történt egy tragikus esemény a Hajdú családban. Aj, ne jó, akkor ezzel ne vicceljünk. Na, hát most akkor viszont váltsunk komolyra. Hmm. Tényleg? Igen. Mi történt? És ez a tragikus esemény. Léket kapott az úszómedence? De. Mi történt? Az egyik szolárium elromlott? Mi volt? Cigány útra megy fél oldal szalon. Mi történt? Elfogyott a Mirelit pizza? Vagy mi volt? A lényeg az. Igen? Hogy eltűnt. Mi tűnt el? Megcsinált, lopnak? Most megkerült. Betörtek Hajdújékhoz? Megkerült isteni mi? Jelek alapján. Várj, nem mondd el. Lopnak, eltűnt, megkerült. Aha. Hm? Peti köldöke? A kertben történt az Peti sminkes tükre? A kertben? Ja? Nem Peti sminkes. A kertbe tűnt el valami? A kertben tűnt el. De jó Isten, már lopnak is? Aha, lett meg. Atya is, ezt szóljuk rá előtt. Mi tünetet el tőlük, ami nagyon hiányzik nekik, és aha, akkor biztos a Peti telefonnál tűnt el a saját kertjükbe, és volt rajta néhány olyan felvétel, amit Kattáról saját magának készített, de ezek a felvételek előbb valamelyik bulvárlapnak a címlapján fognak előkerülni. Na most nem került volna elő a telefon. Tehát akkor az van csak, hogy eltűnt. Túlélte az őszt, az esőt, túlélte a fagyot, a havat a télen. Na jó, hát ez nem volt. Aha. Ez nagyon nem volt. Ez, hát ez csak a viharban született káleszi lehetett. ja, tényleg. Ez csak, aki tudja, miről van szó, az érti, aki nem tudja, most fogalma nincs, hogy én miket mondok. De mi történt? Mi lehetett az, ami nagyon hiányzott nekik, és túlélt mindent? Na, mit tűnt el? A család egyik fontos alkotó eleme. Aha. Várjál, csak akit a gyerekek testvérként ellopták szerettek. Az X6-ost. Ja? Majd visszahozta Peti. Hát gyerek, én nem Facebookozom, én csak azt nézem, ami a Morning Show Facebook oldalán történik. Egy 10-es pak vaníliás gumi. Na, mi tűnt el tényleg? Akit a család testvéreként szeretett. A két gyerek, a Péter két és Kata gyermekükként nevelték. Eltűnt tavaly. Hát most nem, hallott, berakok egy inkontinencia betétet. Hát és most meglett egy kövönült a kertben. És napozott. Delhuszeg Jóni. Tavaly tűnt el a Hajdújék kertjében. Igen, egy lótuszülésbe, aztán hogy eltűnt egy nagy csomag avar alatt. Igen. Sétálok egyet a kertbe, mondta Delhusz a John Hajdújéknak. Egy éve nem találják. És az, hogy visszatért az a hit, igazi bizonyíték a Péter számára, aki eltűnt és visszatért. És ez mind a Facebookon, gyerekek, hát ilyen izgalmas dolgok történnek a Facebookon, megyek én is csinálok egyet, kutyafáját le vagyok maradva, komolyan. És na, mi volt ez? A görög teknős. Azt! Hát most komolyan. Atya úristen. Eltűnt a teknős a kertben, visszajött, és ez isteni csoda a Petiéknél? De mi történt? Hát mert tavaly nyáron kihagyták, kivitte Noncsi játszani egy picit, és ott felejtette, be kellett rohanni valamiért, és eltűnt. Buss, a görög teknős eltűnt. Na jó, de miért berohadt házba, és ő is eltévedt? Vagy valami? Hát hogy mekkora az a ház? Hát, hogy... Vagy mekkora az a teknős? Én nem voltam még. Hogy kint hagyták a teknős elmászni. És egy görög teknős nem éli túl a telet. És túlélte a telet. És túl. És most előkerült. Együtt imádkoztak érte minden este, hogy legyen meg a teknős. Aha. Mekkora legyen görög teknős? Én nem tudom. Nekem nem mert én azt tudtam, hogy a Peték házával egy fürdőkányi görög joghurt sem éri túl az egy órát, hogyha Peti ott van, de hogy... De hogy egy görög semmit vagy. És ez most a csodatétel? Tehát a török bálinti csoda? Ez így van. Na, ez most mondtad ki. Ez a török bálinti csoda? Igen. És mit csinált? Szegény teknős így elindult a ház felé, és hónapokig csak ment. És visszatért. Úgyhogy kegyhely, emlékhely lesz Péterék házának kertjében. Élő. Így van. Ott napozott a kis teknőske egy kövecskén, és most megtalálta. Hát eddig is élt. De nem azt, hogy túlélte? Ja, tehát, túl. Hogy vannak testi jelei annak, hogy ő él, igen, vagy pedig mozog. Csak még mindig ki van. Nem. És így kibejártának belőle. Tehát nem ott belőle. Áll, így megfagyva. És különböző élősködők járkának ki belőle. Most honnan tudod, hogy üljön ez a teknős bemutatkozat? Na ez az. Jó napot kívánok. Szia, Peti. Kicsit megijedtem, kis gazdám, itt a tél alatt vagyok. Nem azt mondja, hogy hallgassuk ki. Milyen? Noncsi! Hallgass! Merre vagy? Noncsi! Kisgazdám! Görögül beszéltem. Ez meg mi volt? Biztos nem a teknős.
Tehát bemutatkozott, hogy én ugyanaz a teknős vagyok, ami eltűntem, és most itt vagyok, vegyetek vissza a kis terráriumba. Hát egy jó gazda fölismeri a saját teknősét. Így van, meg hát ugye a Petieknek minden ingóságára rá van sütve egy HP embléma a tetején koronával, hogy az az övé. Hogy nehogy véletlenül elkeverjék át, tudod, mint a lovaknak az oldalára. És akkor most ez ugyanaz a teknős. Mi ez a teknős közben lefialt, és csak a kis csak így a fia lett meg is. Mert az apa még alatt nem tud, én nem tudom, mennyi ideig, nem tudom, készül egy teknős arra, hogy ez tojás gyerek rakjon. Teknős volt, mert görög teknős megnő ilyen nagy 25-30 centisre, de ugyanennyi év alatt. Aha, ja, és most egy kicsit nagyobb, mint amekkora volt egyébként, tehát kerülgetni kell a Verdával. A büdös francál, a fűtött kocsi beállóban. Szólok a biztonságiaknak. És egyébként tényleg biztos, hogy ugyanaz nem lehet. Én tudom, hogy a Peti nagyon sok mindenhez ér, de nem lehet, hogy rossz irányból nézik a teknős. Én hiszek, és hogy ez nem ugyanaz a teknős. Hogy? Biztos, hogy előről látják. Úristen, úristen, benőttek a szemei, az a farka. Ja? Fordítsd meg, fordítsd meg. Én még azt sem tudom, hogy hol van egy teknősek a kukija. Én nem tudom megállapítani. Hmm. Megfogok egy teknőst, megfordítom. A teknőben. Ha valaki nyomja, azért, hogyha... Addig nem kapsz enni, amíg meg nem mondod, hogy ez a teknős hím vagy nőstény, hát gyerekek nagy baj. Szerintem csináld azt, hogy nyalogást, akkor előbb-utóbb előkerül. De hol lehet? A páncélt nyalja, vagy páncél alatt. Figyelj, és arról nem szól a Petinek a Facebook jegyzés, hogy keresték is, vagy csak imádkoztat? Csak imádkoztat. Csak itt hozta vissza. Tehát keresés effektíven nem történt. Hát egy darabig akkor, amikor eltűnt, keresték, mert ugye nyilván a gyerekeknek nagyon hiányzott. Egyébként a gyerekeknek ez nagy trauma. Tehát, hogy a Beninek is volt különböző házi állata, amíg éltek ezek a házi állatok, ugye? Denis a komiszt, abszolút Beni kettő, tehát hogy szeretik, tehát ők tudnak hozzá ragaszkodni. Egy kislánynak, egy kisfiúnak, egy teknős elvesztés, hát ez egy komoly érzelmi trauma. De mit csinált ez a teknős tél engem? Engem az érdekel. Elvileg meg kellett volna, hogy fagyjon. Enyhetél volt, nem? Én nem tudom, mi egy teknős tűrés határa. Hát lehet ez valami vérteknő. Hát lehet, hogy nem bírják, azt tudom. azt nem annyira szeretik. Lehet, hogy tényleg a fűtött kocsi beállon telelt át. Érted? Ott meg azért nem érhet el nagy baj. De mit edett? Hát nem eszik sokat a télenek teknős? Hát itt a sajátot elnyalogatott a terméskövet. Gyerekek, hát ez olyan, mint egy ilyen kolort. Csodatevő Mária szobor, hát kérdezzük meg a Petit erről. A török bálinti csodáról, hogy rácsörgöztek ők. Tessék? Egy fiktív személy ez, vagy valamelyik aktuál politikus volt. Szerintem a királyvárban valaki ez. Igen. Kata, a biztonsági jövő mindent mondjál bele. Ha a Buddhát, Jehovát, a jó Istent, a nem tudom mi, érted? Hedővény. Sikerült elérni a Petit. Itt van Peti, hello, jó reggelt! Szia Peti, jó ciao. Reggelt kívánok! Hello! Aj, de jó, de örülünk neki. De viccesek vagytok, úristen. Annyira örülünk neki. Jó, hogy korán reggel. Aludtál még, Peti? Amikor átszolgatni, nem aludtam. Nem, most már nem aludtam, amikor Viki hívott, aludtam, de most már nem aludtam. Most már fölébresztettük. Hosszú volt az éjszaka. Teknőst kerestünk, mert megint elszökött. Mondjuk látlak téged egy szábokszer alsóban egy fejlámpával, hogy négy kézláb mászkálsz egyébként, és szólongatod a kis teknőzőt, hogy ez már egyáltalán nem vicces, gyere vissza. De egész éjszaka hidegvágót kerestél a hűtőhöz. Pont így van. Figyelj, milyen teknős ez a kis csoda teknős? Görög teknős. Aha. És már kettő van az a helyzet, mert ugye tényleg csoda folytámad, elmesélem, meg lett Noncsi teknősre. Egy évvel ezelőtt, amikor vettük, akkor Dávidka még elég pici volt, tehát baromira nem érdekelt, hogy semmilyen állat. Különben is előtte volt egy nyulunk, ami harapott, attól meg félt az egész család. És kitalálta a Dávid, amikor meglett a Noncsi teknőse, persze nem nyugatott hozzá, hogy neki is vegyünk egyet, és akkor el kellett menni másnap, és vettünk egy görög teknőst Dávidkának is. Nagyobb terráriumot vettünk, és most benne van a két kis teknős, és mennek, nézik, figyelik, etetik, baromi aranyosak. Nyilván szép nagy a terrárium, gondolom, mint az akváriumotok, amiben Csalaci is szokott készülni. Figyelj, és akkor ez a teknős kiszaladt a kertbe, és akkor... Kiszaladt? Kikocogott. Kikocogott, mondta, hogy elmegyek futni egyet, Peti. Jó, menj csak, kis teknős barátom. Kis gazdám, kiszaladt. És aztán nem került elő többet, vagy hogy? Baromi érdekes egyébként a sztori, mert hogy tavaly a Nocsi február 14-én van a születésnapja, február 15-én van a születésnapja, és február 15-ére kapta. És nem tudom, tavasszal játszott vele itt a felső kertben, letette, az anyám szólt neki, mondja, csak a gyere be, egyél csokapikot, bement, evett, stb. Elfejtett, egy óra múlva kiment. A teknős
Sehol. A teknős pedig csak keressük, akkor föl kellett hívni a rendőrséget. Mondta a Noncsi, persze egy kamutelefon volt, de föl kellett hívni, hogy a Noncsi elmondhassa, hogy, hogy a teknősét biztosan ellopták a kertből. Akkor a Tornocki Anita kutyáját ide kellett hívni, hogy keresnek, hogy brutális volt. Mondjuk azért nálatok is zajlik az életet ide. Ha unatkozom, átmegyek hozzátok, nem lakunk egymástól messze. Jó, hogy szakemberekre bízod a keresésre. De aztán így kitettünk tálba kaját, hát hogy én figyeltük éjszaka. Na mindegy, semmi jelen nem volt, azt gondoltuk, hogy biztosan szegénynek annyi. A Noncsi mondta, mindegy, van egy teknősöm, de most nincs, majd hazajön. Valahol a kertben. Van. És képzeljétek el, hogy, hogy a múlt héten, most nem tudom melyik nap, főnt ott a túljátnál kerestem egy labdát, és ott napozott a teknős egy külön. De már hogy napozott? Egy baromén egy szívószál volt a szájába, egy kala, egy szombréró feltett lábbal ült egy hintágyba, vagy miből gondolod? Melegedett csak egyszerűen? Onnan pont oda sütött a nap, és éppen külöttem, hogy nagyjából árnyék volt, mert a túlják be árnyék volt. Bicsát élem, ez a kis okos teknős. Ezt nem tudom én sem. Felhívtam a tenyésztőt, akitől vettük, és azt mondta, hogy hát ez valami nagyon nagy csoda, mert hogy ez a teknős, ez gyakorlatilag már terráriumban született, soha nem volt még szabadon. Volt neve ennek, vagy van neve ennek a teknősnek? Van, Turbo. Turbo. Oh, Turbo. És aki átnézett a kertedbe, tényleg láthatott ilyet, hogy négy kézláb mész egy fejlámpával, és szólongat a Turbo. Nem, mert a labdát Turbo kereste. Hát ha be lehetne látni a kertünkbe, igen, de nem lehet a tujáktól. Na, szóval, és nézzétek, meg volt valami hihetetlen élmény, és komolyan mondom, tehát, hogy persze, de úgy volt meg, hogy Anita. Nagyon jó vagy te. Na, szóval a lényeg, hogy baromi jó érzés, hogy meglett a Noncsi teknős, és olyan boldog az volt, és olyan boldog volt, amikor elmondta. De miért van félig a földben? Figyelj, Peti, és most tudod, hogy ő azt szóltál neki, hogy Turbo, és akkor odafordította a fejét, hogy volt valami kontakt? Tehát tudod, hogy tehát nem lehet, hogy egy másik Turbo teknős? Nem volt, nem. De ne, görög teknős körülbelül olyan, és ráadásul még nőtt is egy picit az egy év alatt. Nem olyan sok görög teknős potyog az égből itt Török Bálintól. Meg nem, ha csak valaki behajította az utcáról. Hát azért mondom, valaki hallott ezt a sztorit, és bedobott. De hogy kerestetted? Tehát amikor eltűnt, akkor így szóltál így a biztonsági, hogy menjek nézzenek körbe a kertben, és így mit tudom én, időnként így becipeltek valamit. Fél Albert Pirsa, fél Diós, nem értve. Mi a fene az a felső kert, Peti? Tehát így hívjátok a kis dűlőt, ahol hajtom, hogy ma másodszor mondod, hogy a felső kert az a 4-5 hektár, az mögötti rész. Nem, mert az elkünk ilyen elég meredek telekre épült, és akkor ha hátul kimegyünk a teraszra, ott van a felső kert, előtt pedig, ahol esetleg ki tudna menni a kapun, hogy nincsen elég magas a kerítés, és túlják vannak, tehát még el sem tud onnan szökni. Igen, olyan magas a kerítés, hogy a környékben csak hegyhátnak hívják. De nyugtass meg, hogy egy röpke 10 perces naplóanyagot azért láthatunk erről, nem? Tehát a trütkó már ott van a kertedben. Egyébként itt van, de nem azért. Nem. Na, szóval nem. Ez nem olyan szó, hogy írtam a Facebookra, meg azt gondolom, hogy nem kell ilyenekből bulvárhírt generálni. Ez mondjuk a te számból nagyon hiteles. Aha, vagy úgy. Lapod már át az elmúlt hónapos sajtótermését, hogy nem találtatta engem. Mi van, visszavonultál? Vagy mi? Nem vagy annyi. Nem vonultam vissza, de hogy is nem. Vannak kollégák, akik mondják, nem, csak egész egyszerűen nem, bulvárra most nem vagyok. Igen. Hát csinálom, de inkább nem vagyok. Mondták, hogy második oldal, vagy semmi, és akkor mondtad, akkor inkább visszavonultál. Igen, mondták, hogy rövidre vágva, semmi, inkább. Igen, akkor adjuk a fenébe. Jó, és akkor most tettetek rá GPS-t, vagy nem engeditek ki, vagy most mi van? A kis tekivel most nem jöhet Keteránimból, most nincs nagy sétáltatás, nem? Gondolom. Most próbálunk rátenni ilyen GPS kartonnal mindig látjuk, hogy merre megy, merre szaladgál a kerne. Hát vagy sújt, és akkor nem tud el. Nem, most nem viszi ki a gyerekek, hanem a teráriumban játszanak vele, meg lerakják a parkettára, borzasztó. Hogy a teráriumban játszanak vele, bemásznak hozzá, vagy? Hát persze. Nem, beteszik a kezüket, és játszanak vele, egy kis matchbox-tal, átteszik A pontból a B pontba. Gyere, most egyél, igyál, de mondom, nem tudom, és nem ér, nem, majd egyél, igyál. Na, igen, el vannak vele. Igen, hát a kis háziállatnak lenni gyerekeknél, az igen, azt Beninél is, az nem egy egyszerű, az inkább tortúra a háziállatnak, igen. De hát a gyerekek szereti. De vegyetek egyet, nagyon jó. Figyelj, nem büdös? Nekem csak nem. Az a félelmem, hogy büdös. Nem, a görög teknős nem büdös. Lehet kapni olyan földet hozzá, amit fél évente kell cserélni, nem tudom, hogy milyen anyagból van, gyakorlatilag szagmentesíti az egész terráriumot. Aha.
És nem unja meg a gyerek? Tehát tényleg hónapokig játszik vele? Mert akkor szívesen, csak félek, Benni kettőt fordítani, akkor lerakná, nem történik semmi, és talán nem... De hallod, etetik, itatják, hát ezzel szórakoznak. Hát ugye kicsit most nálunk a tékozló bárány esete, mert hogy meglepőd a teknős, és most tényleg csodaszámba megy. Tékozló bárány, figyelj, olvasd már utána ennek az Ószövetségnek, mert itt valami megbillent. Na... A tékozló fiú az jobb egy kicsit. Meg az áldozati fiú. Szóval mi van a bárány? Vagy mi van a teknős? Most jó dolga van, mert most kényeztetik, azt akarod mondani, nem? Egyébként új szövetség, Máté Evangélium. De mindegy. Ja, király. Jó. Szóval most elkényeztetik? Elkényeztetik, igen. Az helyzet, hogy nem tudom, hogy mennyire lesz érdekes egy állat egy gyerek számára, ez baromi fura, de szerintem, hogyha ott lehet, nálunk a Napoliban van a terrárium, tehát hogyha ott lehet és látja minden nap, akkor, és hogyha ha mondod neki, hogy játszol vele, hiányzol neki, akkor azt gondolom, hogy sokkal érdekesebbé lehet tenni egy állatot. De azt mondják, hogy igen, hogy az állattartás a gyerekeknek, tehát hogy gondoskodni valakiről, odafigyelni, minden nap a törődés, azt mondjuk tényleg baromi jól meg lehet tanulni. Nyilván a teknősnek nem ugyanez a vélemény, hogy nálunk nyúl volt, hát a nyúl szerintem 10 évet öregedett, és egy hónap alatt tovább kellett adnunk rajta, mert a nyúl vérnyúlá változott, annyira elvadult a Benni mellett. De a gyerek igen, szempontjából baromi... Harapott, igen, aranyosan harapott. Jött, és egy hónap múlva annyira megutálta az ott létet, hogy bárki, aki hozzá ugyanez volt. De te is szereted egyébként az állatot, hiszen hasznodra van, gondolom, belé tuszkolod, az a sok update hackot. Neked kéne elfogyasztani, hogy edd már meg, mindjárt az jön a kata. Hasznos ez. Jó, figyelj, megpróbálok egy ilyen tekintő. Mi gondolkoztunk, hogy a Beninek mit, nem akarunk komolyabb állatot, de a teknősek... van kettő. Halva az inger küszöbét, ez nekem tetszik. Vedd át nem, az nem büdös, nem harap, és nagy valószínűséggel nem kell majd gyászolni, mert 100 évig élnek ezek a teknősök. Hát, vagy nem veszitek észre, hogy meghalt 20 év. Lehet, gyerekek, egy ilyet nem próbálunk ki, Feri, nálatok sincs. Próbál, nálunk volt kettő is. Teknős? Persze, és mondjuk nem? Az ékszer volt a miénk. Hát az drága, hát ne. Gondoltam, mi vidékiek csapjunk oda egyszer. Nem próbálunk ki? Lehet abban valami, amit a Peti mond, szerintem. Na jó van. Jól vagy egyébként? Minden oké? Nagyon köszi, tök jól, ha? Jól vagyok. Jó van. Második dalra készülsz már? Nem, még az első sincs meg. Ja, hát az elsőre készülök, még ez nagyon kemény lesz. A karatemestere meg egy japán fog vizsgáztatni. És lehet, hogy össze-vissza vernek, de mindegy, minden esetet gratulálok majd a győztesnek. De mit tényleg edzel? Vagy hát ő vizsgázni komolyan csinálja, igen. Nem tudhatok. Persze, ne hülyeskedj, mert barnőves vagyok, egy fiú. Én azért nem kérdeztem el, hogy nekem is barnőnek tűnt, csak nagyon régen vettünk már olyan újságot, amiben szoktad magadat. Ott azt hiszem, hogy elsárgult a kalap. Ez az itt a sárga. Peti, köszi, hogy itt voltál, vigyázzatok magatokra. Köszi, ciao, szia Peti, hello. Ciao. Ez a teknős nem rossz. Nagyon jó. Gondolkoztunk, mondom tényleg, hogy milyen állatot, valamit kéne, tudod arra tényleg kitakarítani, odafigyelni, gondozni. Én abban nagyon hiszek, hogy az jó, ha egy gyerek megtanulja. Aztán a teknős túléli, akkor jött a nyúl, ha a nyúl túléli, akkor jött a kutya, de hogy nem egyből kutyával kezdeni, mert azért az felelősségteljes döntés. Egy tekinél azért az talán visszaveszi az állatkereskedés, nem? De hát, de szép cél! Jó napot kérlek, egy olyan állatot keresek, amit visszavesznek, igen, a lehet ékszerteknős leasingelni? Van ilyen? Jó napot, igen, a próbaidőre keresnék itt egy teknőst, hogy ékszerteknek segíteni. Hallod. Nem tudod, szóval, tényleg most húsvéti nyulaknál olvastam, hogy lehet bérelni. Ez egy tök jó dolog. Nem veszed meg, és nem marad rajtad, és nem kell megölnöd, meg nem sorvadozik ott a nyúl, hanem mondjuk 3 napra, és a gyerek fogékony, és törődik vele, és nem csak rúgdalja a ketrecet, és tényleg érdekli, akkor el tudsz azon gondolkodni, hogy mondjuk hosszabb ideig valamilyen kis állatot, de nem egyből kutyát, mert szerintem az egy komoly felelősség. Meg egy felelősségteljes döntés. De például húsvéti nyúl bérlés. Van ilyen. Tök jó. Nem? Mi megvesszük, örülünk. Hát csak valami masszív strapabíró darabot kell, egy kis rinocéroszt otthonra, vagy valami, amiben nem tud kárt tenni egy gyerek. Igen, Benni keményen nyomja. Na jó van, 9:30, pontosan 4 perccel, egy pici reklám után jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel. Én még mindig ezen a hajdú sztorin vagyok egyébként teljesen. Azt láttam, hogy zsizsegsz. Annyira, hogy elképzelem az egészet, hogy mindenki rá van állítva, hogy keressék, és akkor a biztonsági őrök bemennek a házba, és akkor mondják, hogy találtunk kint egy csüngőhasút. Ja, ne, ez a Peti, tegyétek le, nem, egy teknőst. Adjátok ő házúra. De gyorsan tegyétek le, mielőtt felébred.
Egyébként gyerekek, csak mondom a Peti védelmében. Igen? Hogy kevés azon közszereplő, aki ennyire bírja az osztást, és veszi a lapot, igen, és röhög. Tehát, hogy sok mindent lehet rámondani, de azért az, hogy nincs öniróniája, és nem tud magán nevetni, tehát ennek a negyedéért, amit te mondtál, vagy én mondtam, ja, már sértődött volna végig, 15 nevet tudok mondani. Mert jó, hogy se öniróniája, ebből még lehet, hogy lesz le valami. Se öniróniája, se humora, se semmilyen nincsen. Tehát, hogy ugyanakkor lehet őt kedvelni, bírja, vagy nem kedvelni. Az egy dolog, hogy igen, hogy bírja, de hogy erre jól reagál öniróniával, és tud rajta röhögni, az még azért egy plusz képesség, szóval én ezért kedvelem őt. Nem? De, mert hogy ezt az osztás, amit most kapott, ez 10-ből 8 polgári peres eljárást indít, végig sértődik, és soha nem áll vele többet szóba. De közben ő azért ezen kicsit röhög magán, mint jelenség. Tehát szerintem azért ez a celebségnek az egyik, hogy is mondjam, mérföldköve, amikor magadat se tudod annyira, vagy kell annyira komolyan, hogy közben ezen tudsz röhögni, és ha rajtad röhögnek egy reggeli rádióműsorban, egy kereskedelmi adón, akkor mondjuk betelefonálsz, hogy fölhívnak, akkor te ugyanúgy tudsz ezen az egészen röhögni, nem? És azt mondod, hogy hát hallottam, nem állok veletek szóban. Nem így van? De, abszolút. Ebből a szempontból, igen. Hány olyan ember van, aki ennél sokkal kevesebbet kapott, persze, egy-egy mondat erejéig említettük meg, mindenféle bántó szándék nélkül röhögtünk rajta, és azóta hát azt mondja, hogy úristen, mi, hogy megbántottuk. Igen. Ezért ne viccelj már, tehát semmi nem volt. De azt nem bánjuk, hogy már többé nem beszél. Az is igaz. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Nagyon izgultam. Alig bírtam kiszállni az autóból, hogy most mi lesz a történet vége. Kasz. Mert annyira nehezen jött elő, hogy tulajdonképpen mi az, ami eltűnt és megkerült. Mert egy ekkora csodát nem lehet csak úgy adadobni, hogy eltűnt a teknős is meg lett. Én már alig várom egyébként, hogy megjelenik a könyv. Hajdú Péter, Turbo Hazatér cím. A karácsonyi könyvkesz új slágere. És filmnek is, de jó cím, Turbo Hazatér. És csak jött, és csak jött, és csak jött, és csak jött. Van egy mese, a Turbo Csiga. És a megy valami autóverseny. Indi 500-ason elindul. Nagyon, mert rácsöppen valami. Igen. Úristen, és elindul az Indi 500-ason. Konkrétan kerozin, vagy valami. Igen. Bekerül az autónak a motorterébe, és igen, ott a fluxus kondenzátorba átitatódik valamivel, és elindul az Indy 500-on egy csiga. Óriási, igen. De egyébként nem tudjátok átélni ezt, hogy mekkora trauma, amikor eltűnik egy görög tektős, ez nálunk is előfordul, nálunk is van. Hogy ne tudnánk átélni? Nálatok az alsó vagy a felső kertben van? Nálunk ez az egy, hogy műszerűen könnyű, tehát hogy megyünk a tujasorban, és ott meg lesz, mert mindig oda bújik. Csabi, mi humorizálunk, hogy ne tudnánk. Mindenkinek van gyerekfia, az én gyerekem egy kavicsot, ha elhagy, mert hogy ő ilyen tárgyűjtő, lelkibeteg. És megyünk négy kézláb a lakásba, és amíg meg nem, azt az egy kavicsot, és tudod, próbálsz berakni kamukavicsot, próbálsz valahogy, hát azt nem lehet. Ő tudja, hogy az nem az a kavics, érted? Tehát, hogy így, ez elképesztő. Igen. Csak mondom, mi van a zsebemben. Egy kavics? Egy kavics. Hoppá. Itt van a gyerek, csoda kavics. A hétvégén találta, most szegény. Odaadta nekem szegény megőrzése, hogy az oviba nem viheti be, és délután adjam vissza. Ezt találta a hétvégén. Megfoghatom. Megfognak. Tehát, hogy azért elveszett tárgyakban minden gyereke szülő szinten jó. Körbeadhatom. Figyelj, tudod, hogy elhagyom. Egy hét lelki betegség. Tehát ez életemre úgy vigyázok rá. Mi újság, Csabikám? Jól vagy? Egyre jobban. Na. Most a Jani mondta is, hogy nem látja, hogy bicegek, bár egy helyben álltam, de tényleg jobb a bokám. Nem mondom, hogy neki állok még futni, tehát szerintem azért egy kicsit még várok, de javulok. Minek köszönhetően? Nem hallgattalak titeket? Homeopátia. Komolyan? Tényleg? Kis bogyókat nyomom magamban. Ja, persze, ha kenem vele rendesen. Abba áztatom. De tudatosan vagy csak úgy random? Például a gyerek orvosunk az homeopata. Tehát, hogy a mi gyerekeinek ugyanúgy nem adunk antibiotikumot, csak amikor már nagyon nagy gáz van. Van, amikor kell, tehát sosem azt mondja, hogy minden meg lehet, tehát nem erről van szó, van, amikor kell, csak ha megelőzhető, akkor az jó. Ez Csabinál tök nagy előrepés, mert a múlt héten csak az apátia látszott. Most már egy homeó vonalon is. Igen. Most már a kettő összeállt. De azért most még hétvégén nem futsz, nem? Most már nem. Na, meg megy a fitusz helyetted, úgyhogy kétszer annyit fut, mint bárki más. Hát, nagyon várom, majd találkozz a levele szombaton, majd a futóversenyen. Hívjuk a naphallgatóját már is. Közben pedig mondjuk, hogy ma is lesz kinek a mie természetesen a Facebookunkon. Érdemes ez egy új rovat, nem keresgéli a szavakat. Értitek? Érdemes minket lájkolni. Pelének a köve. Igen. Most tök jó egyébként, lehet, hogy lenyom. Ja. Lelőttettek is. Poéngyilkos. Az bizony! Jó reggelt! Jár a tapsi is. Hello, várja, adjuk. Ott van. Sziasztok, hogy vagytok? Jól vagyunk. Te vagy István?
Igen, én vagyok Kecsiről. Te István, a budakeszi ugye közlekedési hírek nagymestere. De egy pár napja rászoktál erre, gondoltuk, hogy adunk neked egy naphallgatója címet, egy szellemes közlekedési SMS-eket írsz Budakesziről. Ez így marad majd? Igen, próbálok, idekezek. Most már megvan az ajándék, tudjátok, mikor írok többet. Jani mondta, tudod, hogyha naponta írsz egy idő után, azért bajba leszel. Igen. Igen, tudom. Most egy kicsit akkor inkább összefogom. Jó, ne, jöhet nyugodtan, örülünk neki. Szeretjük őket. Egy ilyen Erik és Erik anyukája vonalra haja az István SMS-el közlekedés szempontból, jöhet egyébként, örülünk neki. Jó, rendben. Mit csinálsz, melózol? Nem, most ma ilyen napot kaptam a páromtól. Miért, ő a főnököd? Hát a vállalkozás ide közös, és akkor ő azt mondta nekem, hogy ő elmegy, majd én pihenjek. Pihenjél akkor. De holnaptól meg én viszem egyedül a hetet. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? De vagy a naphallgatója. Köszönöm, sziasztok! Köszi, gratulálunk! Ugye közlekedési híreket íróknak ritkán adunk, többek között ez vezérelt minket, hogy akkor most nyerjen egy ilyen. De ő hasznosokat és szellemeseket is ír egyben. Igen, kreatívan fogalmaz. Így van. Csavikám, remek zenéid lesznek? Képzeljétek el, hogy megvannak a Komet jelöltek, ugye Magyarország egyik legrangosabb zenei díjátadójáról van szó, és a legjobb férfi előadó kategóriában ott van a legjobb öt között Király Viktor, méltán szerintem, tehát tényleg ott van a legjobbak között, és az ő újdonságát szeretném megmutatni, Running Out of Time, szerintem baromi jó dal. Tehetséges előadó, dalszerző, énekes. Ő esélyes egyébként akkor? Hát, megmondom, hogy ki kell versenyezni, és döntsd el te, hogy esélyes. A Kálai Sanders-szel, ugye szerintem nagy ellenfél, a Fluor Tomival, a Biolex-el és a BLR nevű rapperrel. Tehát férfi előadó, nem énekes, férfi az előadó. A BLR, a aki a Majkával igen, szokott? Körtis BLR, igen, Majka. Már most nem szoknak. Aha, már nem? Már most azt hiszem nem szoknak együtt. Memé? Nem vesztek össze, csak se. Ott nem lehet. Igen, itt találtak én, az az érig, mert... Na mindegy, szétváltak. Jó van, Csabi jön a kívánság műsorra, 555-55-00. Ez a telefonszám, a Csabinak itt lehet tőled adkenünk, pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!